6 óra múlt 15 perce, jó reggelt, szevasztok, de micsoda szerda! De micsoda szerda! De micsoda! Hát hogy lehet valami ennyire tökéletes, érted? Hogy szépen ébredsz föl, hogy meg tudod inni otthon a kávédat, hogy minden rendben van az életeddel, beülsz az autó, így van. Beülsz a villamosba. Jön a busz, meleg ugye? Van a buszon, pont időben érsz oda a metróhoz, felszállsz rá, víz, megveszed a gyereknek a bérletet, utána a következő buszt is simán eléred, bejössz, dumálgatsz egy kicsit a munkatársaiddal, hiszol egy jó kávét. Ennyi, és időben kezdünk. Ennyi, és belököd, érted? Hát hogy lehet valami ilyen kerek, mint ez a szerda? Én nem tudom. Én nem is érzem. Olyan szinten nincs hiányérzetem, hogy ezt nem tudom neked elmondani. És amikor fölkeltem... Ezért nem is próbálkozom vele? Amikor így megcsörrent az óra, még nem is gondoltam, hogy ez ilyen szép lesz. Vedd ki nyugodtan, ami beragadt. Vedd ki nyugodtan. Na, tehát, hogy amikor felébredsz, érted, így megébredsz, akkor még azt gondolt, hogy ez egy ugyanolyan, tök ugyanolyan nap, mint a többi, hogy majd biztos valami izé közbejön, hülye lesz az autópályán, van, nem lesz miről beszélni, majd olvasunk SMS-eket helyette, meg érted? Időjárást. És egyszerűen, amikor már, hát ha azt adja ide Zsűle, az nem tudok mit csinálni. Nem, majd jó. És hogy már 6:15-kor látod, hogy ez, igen, ez jó, mindenki a helyén van, minden tökéletes, így minden van. Összeáll, érted? Nincs kérdés. Átnézel a másik oldalra, látod, hogy Balázs is itt van, picit ugye meghízott, kicsit megőszült, hogy régen volt fodrásznál is, de egyébként kicsit szarabb a ruhája, igen, viszont szokott, a mosolya sokkal őszintébb. Igen, így van, de tiszta. És aztán látod, hogy igen, és a pulcsi is valahogy, hát jó, kompatibilis, igen, 82-ben, és... Két deréktájon kicsit kinyúlt, igen. Érted? És tudod, hogy megvagy. Uh-huh. Hogy ugyanaz ez egy van, jó nap lesz. Igen, hogy ugyanaz van, mint minden reggel. Jó reggel, jó műsor, fú, Anna már föltette a virslinek a vizet, érted, hoztam a jó sós kifliket, vannak zöldségek. Sajtost is hoztál. Hát mondtam, Anna, legyen. Na, mondjuk ez az extra a mai napon, igen. Érted? Hogy egy kicsi legyen benne, egy kicsi sajtos extra virsli, és akkor így hátradőlsz. Hogy már hova tovább, hogy lehet ebből jó a kávéja a Janinak. Hát most ezek után már mit tudsz még adni a világnak, érted? És a világ mit tud adni neked? Nem kell más. Kész vagyunk, meg vagyunk. Áj, te. Na. Így, ilyen napot kívánunk mindenkinek, hogy ennyire kerek legyen a napja. Ennek így kell kezdődnie. Én. És ha ilyen a közepe, hát a akkor... vége, hát ugye érted, hát csak a csúcsra fogunk feljebb menni, még jobban. És még tudod... Minél közelebb van a hétvége, annál jobban húzza fel az ember, de ha már a szerdád ilyen, milyen lesz a csütörtököd? És a pénteked? Csoda. Meg a hétvégén. Egy csoda. És tudod, hogy például szerdán, az ilyen tökéletes napokon, mint igen? Ez a mai, hogy amikor így eljutsz a feléig, és látod, hogy építkezik a nap, igen? A jóból egyre tovább, és mondjuk meg vagy délnél, ott átbillen... Nem, én már 12:30-kor hát már nem hiszem el az egészet, érted? Mert annyira jó. Hogy ott már azonnal érzed, hogy az már belenyalsz a hétvégébe. Hogyha túl vagy a hét felén, a megpróbáltatásokon, ennél már csak szemben. És csak elmész ilyenkor kitölteni egy lottószelvényt, hát, nem, mert hát... Hát most 2 milliárd, vagy mennyi? Hát nem tudom. Most nagy pénz, vagy ennyi, sincs. Nem tudom, meg, de... Meg ma skandi van, úgy. Ma skandit figyeljük. Úgyhogy így vagyunk. Így vagyunk, gyerekek. Szerintem dőljünk egy picit hátra, élvezzük. Egy picit a csend. Tudod, mert mindig azt mondják, hogy az adás is vagy a csend is adás. Igen. Tehát, hogy annak is hogy ne féljünk a csendtől. Ezt valaki szokta mondani. Bárja, nem jut az eszembe a neve. Hú. Hogy hívják azt a filmet? Néha beszokott nézni ide reggelente. Mindegy. Na jó, szoktam, hogy ne féljünk a csendtől, hogy kicsit hátra dőlsz, és akkor megnyugszik az egész. Jó, hát akkor ne féljünk tőle. Mert onnan tudsz megint építkezni. Onnan ne féljünk tőle. Ja? Kussoljak. Volt valami tegnap, valami hír a világban? Volt. Na. Volt. Cigarettacsiket jó helyre dobtad? Mindig jó helyre dobod. Én mindig rendes vagyok. Különben máshogy nem tudom behozni a témát. 4,5 billió... csikket dobnak el világszerte, és egyébként február most ez a csikmentes világnap, vagy nem tudom mi, ahol felszeretnék hívni a dohányzóknak a figyelmét arra, hogy figyelj, hogy a szemetesbe dobják a csikket. Hát sajnos, azért érted. Tehát, igen, sajnos itt tartunk. Nálad ezen a téren nem szokott probléma lenni, de van probléma. Tehát, hogy basszus, tehát, hogy nem akarom morgolódással kezdeni a napot, én egy picit úgy érzem, hogy változó félben vagyok. Igen, meg ez nem a fogok morgolódni, meg hát az meg a tökéletes szervet. Nem akarom elrontani, de hogy kell egy olyan hónap, amikor feljük a figyelmet arra, hogy a szemetesbe kellene dobni a szemetet? Igen, kell. Kell, tehát, de mindenre kell. Egyre inkább azt gondolom, hogy azok az alapvetések, amiről meg úgy gondolja a világ nagy része, hogy az normális, az mégsem a nagy részének normális, hanem a kevesebb részének. De mert amikor a dohányosok szerintem úgy érzik, hogy ők tulajdonképpen nem szemetelnek, hiszen a 8 centi hosszú, vagy nem tudom, 10-8 centi hosszú
cigarettát, ők lecsökkentik 2 centire, érted? És ő csak azt dobja el. Tehát ő eldobhatna 8 centinyi szemetet, de ő nem szemetel, mert 6-ot elszívott belőle, és akkor a szél szépen eldobja. Azért is döbbenet, mert például... Apámtól is azt láttam, hogy a sínek közé dobja. Na, ugye? Érted. És én akkor... tiszteltem az öreget. Így aztán viszed tovább ugyanezeket a dolgokat. Az van, hogy ha megnézed, most már ugye a buszmegállóban nem lehet dohányozni, ezért kiállnak mellé, egyébként szarnak rá, már bocsánat, de tudom, hogy ott is igen, szoktak. Csak a szemetes a buszmegállóban van, és valószínűleg ezért nem dobják oda, hiszen ott nem lehet dohányozni. Hát mit keresnek ott a cigarettacsik? Igen, de akkor mondom neked, hogy kiállsz a buszmegállóból egy 5 méterre, ott elszívod a cigarettádat, mert betegfüggő állat vagy, mint én. Elnyomod a cigarettacsikket a betonon, mondjuk le kell érte hajolni. Tehát ez mondjuk nem könnyű. Aha. Elnyomod a betonon, a lent vagy az aszfalton, és még mindig a kezedbe tartod, és oda sétálsz a kukához, és akkor már bele tudod helyezni. Uh-huh. De ez bonyolult. Tehát az a népeknek bonyolult. A tenyered mennyi idő alatt szokná meg egyébként? Szerintem az ötödiknél már nem ordítaná. Az első 4 az biztos nem finom. Az első 4-et azt így egy kicsikét így meggyömöszkéled, de aztán az ötödik. De én úgy emlékszem, hogy a szemeteseken is van egy olyan felület, ahol azért itt el lehet így dörgölgetni. Igen, van egy fémcsík, meg a régi szemeteseken, most már ugye a buszmegállókban nem raknak ilyen szemetest, az elején van egy ilyen kis fémtartó. Na, de meg mondom, lehet azt oldani szerintem. De mondom azt, hogy ha lent elnyomod a csikket, akkor utána már bedobhatod a kukába, ha nem. Mindegy is. Csak amikor az ember azt olvasod tényleg, hogy nagyobb problémát okoznak az eldobott csíkek, illetve az azokból kiszivárgó mindenféle méreganyagok, mint mondjuk a kipufogógáz, akkor azért elgondolkodik rajta, hogy hát ez ellen lehetne azért tenni. Jó, ez biztos megint valami, most hagyjálják vissza a dohányosok. Ja, igen. Ez valami kamu felmérés, valami hülye izé, autós akarja magáról elterelni a figyelmet, hogy a cigi sokkal rosszabb, mint a izi kipufogógáz. Nem igaz, kikérem magamnak. De tényleg, meg én azt is olvastam, hogy a csík, egy ilyen csík, az valami 400 liter vizet tud beszennyezni, hogyha olyan helyre megy. Jó, mi? És van belőle 4,5 billió. Példának okáért lehet kapni, nekem van az autómban, nem dohányzom az autómban, csak ha megyek például a kocsi felé, és még ugye elpöfentek, soha ne gyújtsatok rá, a dohányzás nagyon rosszat tesz, bele lehet halni, de ha én mégis elszívok egy cigit, van egy ilyen aranyos kis fém fölpattintható fedelű hamutálam. Nem mondod. Képzeld el, tök egyszerű, és kinyitod az ajtót, még nem szállsz be, kiveszed az ajtózsebből. Ezt most nem mondod. Elnyomod, és visszacsukod rá. De az nem extra, miért fizetni kell külön? De az alfákhoz adják. Nem, azt hiszem 200 forintért lehet kapni a cigiboltba, ahova egyébként is bemész, ugye dohányáruért, még egyszer hangsúlyozok, hogy ne tessenek dohányozni, mert rettetes, káros az egészségre. És akkor abba benne tartod. És mikor hazaérsz, akkor így beüríted a szemetesbe, és visszateszed a kocsiba. Nehéz, szóval erre, a nagy dolgok. Erre érdemes lenne odafigyelni februárban, és ez nem egy keresztes háború a dohányzás, meg a dohányzók ellen, hanem csak egyszerűen felhívni a figyelmet arra, hogy a szemetesnek azért van egy ilyen funkció, és hogy a szemetet abba dobjuk bele, például a cigaretta csiket. Világszintes? Világszintes, vagy csak magyarországos? Nem, ez világszintes. Világszinten jó lenne, hogyha odafigyelni. Na, hogy tegnap milyen jó napot okoztam magamnak ezzel a nagyon sok 30 évi dohányzással, csak mondom kicsapat nektek. Ja, hogy... Azt mindig, de most nem arról akartam beszélni. Azon képzeljétek el, hogy én ugye fél évente járok fogorvosnénihez, aki nagyon aranyosan fogkövet leszed meg ilyeneket, és már múltkori alkalommal szólt, hogy Ferkó, ez a dohány... Hogy új köszörűkövet kell venni. Egy rész, igen, plusz egy ilyen lézeres szétlövő kéne, hogy Ferkó, nem lesz ez így jó. Hát mondtam, hogy mi nem lesz jó, épek a fogaim, vigyázok rá, mosom rendesen. Az van, hogy a cigi és a cigarettás pajtásaimnak mondanám, hogy képzeljétek el, a fogkő az nagyon okosan azt csinálja ilyenkor, ha dohányzol, hogy bemászik, kérlek szépen, az íny és a fog közé. Döbbenten nézel, igen. De igen, és ilyenkor az van, hogy a fogorvosod azt mondja, hogy Ferkó, itt van egy cím, menjen már paradontológushoz, legyen kedves. És te elmész, mert bízol benne, és akkor ő azt csinálja, ez most elrettentő lesz, de gyorsan elmesélem, hogy az ínyed és a fogadnak a gyökere között kitakarítja a fogkövet. Úgyhogy tegnap, ha már így a dohányzásról beszélünk, hát... Beszúsz akkor valami eszközt az íny alá, és a fogzmánc közé? Nem sokra, csak 4-5 milliméterre nyúl be. Mint látjátok, ki lehet bírni. Mint látjátok, ki lehet bírni, tehát itt vagyok. Én mondjuk nem szoktam a fogkő leszedéshez érzéstelenítést kérni. Tehát, de most úgy döntöttél, hogy megpróbálod.
próbálod, csak az ízeket. Nem, azt mondta a csávó, hogy ebben ő bele se kezd a nélkül. Igen, hogy jó, persze, macsó vagy, kemény vagy, tudjuk, igen, triatló, meg minden. Tudod, milyen macsó voltam, igen, sírtam előtte. Mondom, doktor úr, ez fog fájni. Azt mondja, á, de hogy, feküdjön nyugodtan, leviszítes. Igen, csak tízdok kilencszer, egy meg nem jön el. Na, pont ilyen volt. De csak azért mondom el, hogy tegnap ott kezdtem 11-kor a rendes ágotánál, a fogorvosnál, ott megcsináltuk, amit kell, majd délután 3-kor még egyszer beültem egy fogorvosi székbe. Mondom, hogy lehetek ilyen szerencsés, érted, hogy egy nap kettő, ami másnak soha az életében nem adatik, megnézve a magyar átlag fogsort, mondom, nekem kettő is, és azért is mondom, hogy két ok miatt se szabad most már dohányozni. Egyrészt, hogy védd a hódokat és a fákat, tehát ezzel megúszom mindent, másrészt pedig, hogy elkerüld ezt a procedúrát. Yes. Hát így. Úgyhogy már nekem ez volt a tegnapi napom. Nem nézi meg az SMS falat, már biztos mondják, hogy elkapcsolási faktor. Nem elkapcsolási a faktor. A fogorvos téma. Normális ember, érted? Normális ember, az eljár fogorvoshoz fél évente, ellenőrizteted, leszedeted a fogkövedet. Ennek alapnak kéne lenni, szerintem mindenkinél, hogy ne ilyen telepek legyenek a különböző emberek szájába. Meg kell nézni, én nem tudom, másút hol van, nem akarok mással példálozni, de a magyar átlag fogsor az gyakorlatilag a használhatatlan kategóriába van, már hogyha van belőle, már még fog. Naha. Úgyhogy körülbelül így. Ja, Istenem, de sokan dicséritek a Balázs. Basszus a Balázs! Tényleg. Tudtam, hogy valami hiányzik először, azt hittem, hogy nem raktam édesítőt a kávémba. Ugye? Vagy hogy nem húztál tiszta alsót. Vagy hogy... Nem, abba álltam, nem. Hogy biztos vagyok, hogy nem. mindig tudod. Ó, gyerekek, hát tényleg, a tökélet... Te ki... Zsül! Beült a helyére. Basszus, én meg azt hittem, hogy betokásodott egy kicsit. Igen, majd hogy meghízott a tegnapi napon. Azt a mindenit. Pedig milyen szép nap na, volt. Na mindegy, hát majd ennek is a végére járunk. Mi lehet ezzel a fiúval? Majd ő elmeséli. Persze. Biztos. Legyen így. Ami viszont tuti, hogy még mindig vezetünk a fekete-fehér igen. Így van, lehet jelentkezni. Lehet jelentkezni. Azt most nem ígérjük, hogy Balázs is lehet majd választani. Egyelőre kettő közül kell mindenképpen valamelyikünket megjelölni és beérni velünk. Aztán majd meglátjuk, hogy esetleg is csatlakozik-e harmadikként. Ja, és hát van nekünk egy nagyon jó kis játékunk, arról mindenképpen beszéljünk, ugye, mert természetesen, ahogy idén is lesz a Valentin napi játékocskánk, és akár, hogyha úgy alakul, akkor összebilincselve egy párocska elutazhat egy kiváló hotelbe, és ott eltölthet egy nagyon kellemes hétvégét mindenféle nagyon jóval megspékelve, sőt, még akár 250 000 forint nettóval is hazatérhet, abban az esetben, hogyha végig össze lesznek. Így van. Ha kibírjátok, ugye ez a szabályhoz tartozik, hogy a kiválasztott pár mindenképpen megkapja a Avalont Miskolcon, a nagy autót, a gyémánygyűrűt, minden. A virágcsokrot, a borvacsorát, az olasz vacsit, a nem tudom micsodát, tehát mindent megkaptok, de az 500 000... Ugye, hogy milyen jókat kajáltunk? Így van, hogyha mondjuk bíznék benne, hogy megmarad hétfőig, azért hozatnék onnan egy kis krémest. Vagy egy figyelj, Juli megy úgyis, ő kíséri, úgyhogy szerintem meg tudod oldani. Az 500 ezer készpénz viszont tényleg csak akkor jár nektek a párnak, hogyha végig kibírjátok ezt összebilincselve. A szabályzatban nyilván tavaly is adtunk lehetőséget arra, hogy a tisztálkodás meg a pisik, aki az azért ne együtt menjen, tehát hogy ezt meg lehet oldani. De a héten még lehet jelentkezni. Így van, mert a jövő héten hétfőn már. Már hétfőn választunk. Hát meg ugye a Miss Valentin, vagy nem Miss Mr. Valentin. Igen, hát nyitottak vagyunk mindenre, de inkább Mr. Na most egyébként, ha tökösek lennénk jövőre, tudod, hogy megcsinálnánk egy ilyen azonos nemű Valentin. Hát, most ne legyünk már kirekesztőek, mert 2019-et azzal már nem rekesztünk ki, hogy a nők választanak a pasik közül, tehát ezen már fordítottunk az elejétől, de még esetleg egy ilyen. Na, lényeg valentin@radio1.hu, ez az e-mail címünk, be lehet írni, ide legyen rajta fénykép, legyen rajta e-mail, legyen rajta telefonszám, ez nagyon így fontos, van. Hogy a Julinak ne kelljen kutatkodni, és akkor hétfőn kezdődik a dolog. És ne legyen rajta, ja, de legyen. Megjött a Bali! Ó, gyerekek, elmesélhetné, hogy mi történt? Sajnos már indulnia hát kell. Pont mennünk kell. Ugye, záródik az ablak. Jelentkezzetek, fekete-fehér, igen, nemre, jó? Most lehet írni nekünk, de jó! Na gyerekek, hello mindenkinek, jó? Majd nyugodjatok le a csudába, itt vagyok, úgyhogy mindenki nyugodjon meg, jó? Mindenki nyugodjon meg. Na, hát óriás izgalom volt te. Itt mindenki csak írsz, hogy hol van ez a csodálatos fél. Na mesélj, mi volt? Semmi, Piki elvitt a snuckulcsomat, és nem tám a pótkulcsomat. Nem is nagyon keresi az emberet, kipakoltam két szekrényt, ott nem volt, mert alszik a gyerek, és nem akarom felébreszteni.
És tudod, amikor minden összeesküzik ellened, telefonod közben merül, 3%-on vagy, elemlámpával világít, azt tudod, hogy taxit kell hívnod, nincs meg a slusz kulcsod, hogy fogsz taxit hívni, akkor bent kell marad magad tölteni hagyni. Valahogy berepült a táskájába a slusz kulcsom. Hát ez ilyen. Ez így berepült. Nagyon, ez nagyon menő ez a merga. Ez nagyon női táskáról női táskára. Elpakolja magát a kulcs, ha széthagyod. De rájöttem, hogy egyébként van benne valami jó, mert hogy fölsétáltam oda, ahol beáll a taxi, nem kértem, hogy álljon le a garázsban. Hideg van, vártam egy 10 percet a hidegben. Jó levegőt szívtem, fölébredtem. Köszönöm a szomszédoknak. Jó reggelt! Jó reggelt, és ha nem találkoznánk, jó napot, jó estét, és viszontlátásra. Csokolomarika néni, elvitték a szelektívet? Jó van. És van ebben valami spirituális, tudod, hogy úgy várod a taxidat, és úgy elengedsz mindent. A telefonod lemerülve, és azt mondod, hogy figyelj, megírtad, amit meg kellett, jövök, ha jövök. De a spiritualitást látod. Én mindenben már. Fölsétáltam, gondolkoztam, hogy ellenkező helyzetben mi lenne velem. Átgondoltam, hogy ezt én csináltam volna meg, mi történt volna. De kellő sztoikus nyugalommal felsétáltam, egy jó negyed órát vártam a taxira azért, szóval nem jött olyan gyorsan, nem a taxis hibája. 10 percet mondtak, de kicsit késett. De ami jó volt, hogy a taxis mondta, hogy nem működik a taxi óra. Hogy? Nem működött szegénynek az órája, és én ezt a végén vettem észre. Bocsánat, jaj, akkor nem mondok semmit, de bajba keverem. Igen. Azt akartam elmondani, hogy tök jó arc volt, mert azt mondta, hogy figyelj, a vendégem van, most megyek előtte a szervízbe. Nem, közben nem elroblott működik, neki. De Balázs, nem, ő elindult taxi. Nem. Elindult a taxi órája, és lefűzött kész. Szemébe ment valami. Nem. De ugye maga nem ellenőr, nem, akkor nem működik az óra. Nem, elindult alapdíjjal, lehalt. Vége. De akkor már nem tesz ki. Tök jó arc volt, és mondta, hogy figyelj, hát most nem tudok. Ingyen volt. Aha. És akkor adtam neki valamennyit, tehát remélem ezzel nem sodrom bajba, de nagyon normális volt, nagyon kedves volt. Korrekt most... volt az a 700 forint, nem? Igen, korrekt volt az a 12.000 forint szerintem arra a 4 kilométer, amit bejöttem. Én szerintem nem vágott át, szerintem ez nagyon korrekt volt. Úgyhogy szépen betaxiztam, de ez azért jó, mert egyrészt írja valaki, hogy ahogy hallom, Balázs is a Balázsék reggeli rádióműsorra kell. Ami egyébként nem igaz, mert mást hallgatok ilyenkor mindig, de nem azért, mert nem szeretlek benneteket, hanem tudom, hogy is találkozunk, ilyenkor gyorsan belehallgatok a konkurenciába, és mindig egy ilyen, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen most a Petőfi sikerült. Hátradőlök, úgy elhelyezkedem kényelmesen, és mondom a taxisnak, hogy van. Igen, picit még fűtsön, belehallgatok, és azt mondom, hogy já, jól van. Van ebben még pár év, szóval hogyha szarformában vagyunk, ha nyugösek vagyunk, ha rosszul aludtunk, ha nincs meg a kémia, akkor is tudunk. Na. Szóval, úgyhogy ez így jó, mert az ember szépen így belehallgatgat mindenkibe. Gáborékba is egy kicsit belehallgattam a musicon, hallom ott nagy búcsúzkodáson ugye szegényeknél. Úgyhogy figyelj, akkor végig tekergettem a taxissal mindent, és jöttem. Ideig kerestem a pótkulcsot, nem tudom, hol van. Ennyi, jó, majd meg lesz. Valószínű, hogy fönn van a szekrényben, csak mondom, ha most taxival jövök, vagy felébresztem a gyereket, akkor kell befutok. De a gyerek aludjon. Kell befutok. Ha kell befutok, gyerek. A gyerek alvás a szent. Én inkább ott hagytam a szekrényt. Lepakoltam mindent, mondom, nem ér ennyit, már hallom, már mozgolódik, már nyüszög, már ébredezik. Mondom, jó, mondom, itt fejezd be, Balázs, a te kényelmed nem ér annyit. És egy rádióvisor? Igen. A gyerek alvása mindennél fontosabb, úgyhogy abba hagytam az örgést, eljöttem, ott hagytam őket egyedül, és Beninek mondtam, a kicsi fölkeltes, meg öltöztes, hogy 8-ra legyetek az iskolában. Kihajtál egy cetrit, mert az, hogy meglényen a kulcs. Igen, átad. Kiírtam a Beninek kutyát, etest, kertet, locsolt, a teljesnek írt ki a sajtból elé. Úgyhogy van ebben valami jó, amikor nem a megszokott úton, módon jössz, hanem kicsit kizökkensz ebből a slusszkulcsnyér nyúlsz, lemész a parkolóhoz, beülsz, balra kiállsz, indexelsz, piros lámpa, jobbra jössz, hanem van egy ilyen kis zökkenés. És a zökkenés viszont így kihegyezi az érzékeidet, hogy kódpótot kell keresni, taxit hívni, sétálni egyet, igen, kicsit más. Jó. És annyira rutinszerűen... Jobb hogy úgy változtatnál, hogy piros lámpa, jobbra indexelsz, balra fordulsz. Na, igen, hogy és átlegy. Öreg néni, ablaktörlő, igen, szokásos, igen. Hova megy mama piacra? Most már mindegy, mama pihenjen, feküdjön nyugodtan, elviszem a kocsi orrán. És ez kicsit így felrázott. És... Mi van itt a kezemben? Na mi ez? Uh-huh. És a feleségem milyen drága? Az Audinak a kulcsa. Ide rakja. Az 5 éve eladott autót pótkulcsa. Végre megvan a Volvo kulcsa. És ezt így ide rakja. Ezt így lerakta egy ezt a kulcsot ide. De keresem a... Bocsánat, cetlit, meg a... Ne haragudj, meg a szívecskét. De nincs semmi. Egy slusz kulcs itt az asztalomban. Miért rakná elő? Most de tényleg, miért Feri tenné? Tudod, milyen irigy a szponzor autóra? Berakta. De miért rakja el? Mert rendmániás azért, mert kényszeres. Mert egyforma táskátok.
Te is női, azért, mert én is egy női Michael Kors táskával járok, egy fekete női Michael Kors táskával járok, ahogy ő. Nem, mert elrak, mert elpakol, minden? Mert nő, mert mindent. És minden reggel rettegek, hogy vajon ma reng van-e a kulcsom. Minden reggel, mert van egy ilyen rossz érzésem, hogy egyszer bekerül ez a női táskába. De ez itt van. Itt van. És milyen rendesen kiteszik? Mert azt gondolná, hogy van kulcsod, majd kocsival haza tudsz menni. Na de! Igen, most mondjuk egyébként sok. De jó, mert lakáskulcsom rajta van, tehát legalább tudok menni. Úgyhogy gyerekek, hát ez volt. De nagyon sok mindenről azért nem lehet lemaradni. Ja, szóval... nem, persze. Elmondtuk a kötelező köröket. Így van. Valentin? Valentin. Persze. Valentin gyerekek, Valentin igen. Nagyon közeledik fontos. Gyerekek, nagyon közeledik. Rosszul vagyok ettől, hogy most lett január vége, és február közepe van jövő héten. Ezt most már felfoghatatlan időintervallumok telnek úgy el, hogy most mondtuk azt, hogy hello mindenkinek bújék, és most mondjuk azt, hogy nem sokára indul a Valentin még két hét, erre jövő hétvégén már nem indul, hanem jövő hétvégén február közepe van. Úgyhogy most kocogtunk ki a januárból. Hát van ilyen csupi? Nincs. Nincs, de van. Látod. Csupi, van ilyen. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel. Halló, jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Hello. Ági, honnan hívtál minket? Kecskemétről hívtalak, és úton vagyok Budapest felé. Budapest felé. A párommal. Nagyon jó. Mit csináltok itt Budapesten? Miért jöttök ide? Mit akarom? Három sofőr és szállít. Horvátországba megyünk. Horvátországban. Ja, és akkor M7-esen. És most csak dolgozni vagyunk, úgyhogy most elkíséred. Nem nyaralni. És elkíséred. Ott beülsz mellé, és akkor ültök együtt korcsuláig. Ó, korcsula! Igen. Makarsz, ültök együtt Makarszkáig. Hova mentek? Isztria, Félsziget, Pula, Split, merre? Horvátba. Ez képzeld, hát mint Horvátban értem, de ezek városok. Már hogy mi a cél? Legáltok Horvátországba, hogy drágább megjöttünk, hogy lepakoljátok az árut és elindultok visszafelé. Mi a cél? Melyik város? Azt nem tudom. Jó. Ja, csak ráböktetik. Mindig az a Zágráb. Zágráb. Akkor jó helyen vagyok, az tényleg Horvátország. Jó. Kivel játszanál, Ági? Janival. Megtisztelsz, köszönöm. Esetek egymásnak. Jó, 3, 2, 1, és indulunk. Szóval Zágráb. Először jártok Zágrábba? Zágrábba. Itt vagy? Itt vagyok. Jó. Először mentek Zágrábba? Talán. Korán kezdtél, Jani? Korán. Ti is? Gondolom, korán mi? Kellett. Mi is? Kérdezz nyugodtan. Mióta dolgozol rádióba? Hú, tizen akárhány éve. Szeretsz ott dolgozni? Persze, nagyon. és te szeretsz elmenni Horvátországba? Ez a korai kelés? Fárasztó? Mondjuk. Meg lehet szokni. És a család mit szól hozzá? Örül. Nagyon. Te is örülsz? Örülök. Aha. Jót beszélgetünk, én úgy érzem. Az év játéka. Te is úgy érzem? Úgy érzem. Tervezed a nyaralást? Hagyd, engedd el. Év elején? Engedd el. Adjunk vége. Adjuk meg, szabaduljunk, beleküljünk. Figyelj, az van, Ági, ezt nem tudjuk megadni. Te nagyon-nagyon nem mondtad ki a tiltott, oké, de ez finoman szólva is súrolta a passzív játék határát. Értem, úgyhogy egy szinte alig volt adok-kapok, egy-egy kérdés, hosszú hallgatás. Jó, hát koncentrálni kellett a vezetésre. Jó, zavarban voltam azért. Jó, persze, abszolút. Meg örülök, hogy beszéltem veletek. De te figyelsz arra úgy, hogy a párod vezet? Ja, te is izgulsz, mi? Tudod, hogy vezet? Mondod, hogy figyeltem közben. Hát a párod vezet, neked nem kell. Nem az útra figyeltem, arra, hogy nem mondjam ki ott. Ja, szem arra, hogy alacsony vérnyomásban szenved a páros, még leesik a feje, és ilyenkor föl kell elmenni. Na jól van, figyelj, gyúrjál egy kicsit a játékra, és akkor legközelebb újra megpróbáljuk, jó? Jó, nagyon jó. Korrektek vagyunk se magunknak, se nektek, nem írunk be pontot, de ezt megadni nem tudjuk, jó? Jó. Puszi. Visszhang. Visszhang. A betyárját. Azt hittem, a Harsányékhoz jelentkezett viccet mesélni. De nem. És ő volt a legjobb ma. Gyerekek, hát előre Anna se tudhatja, hogy ki milyen. 6 perc, 7 óra, tessék kieverni a játékot, jövünk mindjárt. Good morning. A Rádió 1-en Balázsék. Hello, good day.
7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, és hát gyerekek, igen, szóval ez nem volt egy erős játék, de túl vagyunk rajta, kihevertük, ne várjuk el minden játékostól azért, hogy annyira jó legyen, ezt mi sem tudjuk előre, de túl vagyunk Ágin, igen. Nem kapott pontot, passzív volt, de magunknak sem írtuk be, és akkor szerintem ez így... Nem, de ez így abszolút korrekt. És magunkba szálltunk, és próbáltuk megkeresni magunkban a hibát, de nem találtuk. Igen, megnéztük, megvizsgálva, de semmit nem csináltunk rosszul. Úgyhogy, hát gyerekek, ez van, ez egy ilyen játék volt, nem tehetünk róla. Két kimagaslóan jó kvalitású profi tud csak ilyen kiegyensúlyozott csatát vívni. Igen. Én egy-egy pontot adnék. Igen, ugyanott tartom. Jó. Jani, megérdemelné, tehát küzdöttél egy darabig. Igen, most ez most kinek pozitív ez a megítélés, hogy ilyen párhuzamot vontunk a játékos is köztem. De én nagyon szívesen. Igen. Hunyadi utca, Esze Tamás utca sarkon, Kispest, egy Fehér Suzukiből mérik az M5 felől érkezőket. Aztán azt nézem, hogy... Nézem. Nincs. Azt hittem, hogy műsorszünet van, de csak játék volt. Kaptuk ezt is SMS-ben. Csak nem féltünk a csendtől. Őt még a Ricsi mappába se írja valaki. Nem, hát Ági egyelőre. Igen. Tulajdonképpen szegényként nem megy. De hát úton Horvátországba egy alacsony vérnyomásos férjel, aki bármikor elalhat, szemét lesevette az útról. Hát megértem. A drága rakomány. Mentek Zágrába, ugye. Hát... Az úti cél sem teljesen tiszta, hogy végül is hova Horvátországon belül. Igen. Lehet, hogy én is így játszanék, ezért nem jelentkezem. Írja Mátyás, fontos az önkritika, így van. Jó reggelt, elaludtam, minden rendben volt eddig, kérdezi Krisz. Abszolút. Minden, köszi szépen, végre csatlakoztál Mátyás, hogy nem lenne nélkül teljes a reggel. Rendben volt, Krisz, köszönjük mindent. Ja, mindenünk megvan. Minden rendben volt. Kis késés, kis fura játék, hát ez kicsit máshogy indul ez a reggel. Milyen időnk lesz, Ferenc? Jó, határozottan jó. Hát azért ma nagyon csípős volt reggel, álltam egy 10 percet. Jani mínusz 6 fokot ellenőrizte, hol volt, lett enyém? Csípős volt. Lenti. Gyerekek, csípős volt. Csípős volt. Nulla, tanúsítom. Én indultam, de az délután jó lesz, 8-10 fok. 8-10 fokra megy föl. Bizony. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Dom Pepe Fried Chicken rántott csirkemelcsíkok. Dom Pepe, több mint pizza. Na, hát eddig nem gondoltam az evésre, de most megint összefutott a nyál a számom. Gyerekek, Valentin, csak egy fél mondat, tessék jelentkezni, valentin@radio1.hu. Rengeteg jelentkezésünk van, már gyűlnek a pasit, gyűlnek a csajok. Tele vagyunk ajándékokkal, jövő héten elindul a nagy párkeresés, ugye Valentin alkalmából ez egy vakrandi, és csajok versengenek paliért, nem az, hogy versengenek, jelölik magukat, aztán a pasi őket választja. Akkor elmennek egy csodálatos hétvégére, jövő hétvégén pont Valentinre esik a hétvége, ugye, vagy Bálintra. Kiváló szállodába egy szuper autóval, és adott esetben még akár 500 000 forint készpénzzel is térhetnek. Így van, adunk ékszert, adunk luxusautót, adunk hosszú hétvégére wellness hotel, jacuzzival, forró szaunával, hideg szauna, az talán nem is annyira izgalmas. Nem annyira jó. Borvacsorával, olasz étterembe, gyerekek, és ha megcsinálják az összebilincselést, és kiállják a próbát, ugye, mert hogy összebilincselve kell lenni, valamennyi időt azért szétszedjük őket persze, akkor 250-250 ezer forintos nettó pénz, így van. A mély garázsból adjuk. Így van. Na, csak visszafele. Ja, mondjuk az is igaz. A mély garázsból már ott. Így van. Úgyhogy a gyerekek tessék, és Juliék mennek kísérni, úgyhogy Julit és Mirót ismerve pedig mindenre nyitottak, úgyhogy akár ez lehet egy erősebb Valentin is. A franciágy mellett ott fognak két laticelen feküdni, és ellenőriznek minden. Bizonyám, kulcsot adunk a luxusautóhoz, adunk egy nagyon szép kis A-osztály lesz, gyerekek. Ha minden igaz, úgyhogy azzal szállítjuk így a párt, van. A gyönyörű... Nem hozod a kocsit ide. Én nem. Jó, Balázsnál lesz majd a kulcs, és mindenkit Viki táskájában is előfordul. Igen, Viktória táskájában található meg az én kulcsom. Úgyhogy gyerekek, tessék jelentkezni, valentin@radio1.hu. Fényképet kell, hogy tegyetek oda, önéletrajzot, rövid leírás, telefonszámot, hogy elérjünk benneteket. És hétfőn már érkezik Mr. Valentin, ugye, aki egész héten elkísér bennünket, ő válasz majd, és jön Miss Hétfő. Uh-huh. Ugye így hívják a lányt egyelőre, még nem tudjuk, hogy ki lesz. Csicsergő hangú, kedves, bájos hangú csajok jönnek majd, és minden nap elcsicsergik, hogy miért őt válassza Mr. Valentin. Tavaly nagy egymásra találás volt, szexis volt, gyerekek, el is mondták utána, volt mosolyogtak. Igen, de már itt nagyon... A mellettük lévő szobában is nem tudtak miatt aludni. Ja, értem. Igen. De már itt nagyon zsizsegtek, emlékeztek, hogy nagyon-nagyon megvoltak ők. Már nagyon látszott, helyesek hogy voltak. Megvan a kémia, vibráltak, mosolyogtak egymással, és innen már turbékolva, összebilincselve indultak el ugye az Avalon Parkba. Úgyhogy nagyon kíváncsi. Én szeretem ezt a játékot. Jó.
tök beteg az egész, de valahogy közben meg tök szórakoztató. A csajok benne vannak, lazák, jó fejek. Ma meg már ez meg már, a gyerekek annyira belefér, hogy bár ennél sokat durvább dolgok is beleférjenek. Most öt csaj, verseng egy paliért, szóval nincs ebben semmi. Meg valahol egyébként tök ideális az egész. Tehát, hogy hány olyan férfi van? Szerintem minden férfi álmodik erről. Jó autó, jó csaj, jó hely, szállás, jó érte, kaja. És nem kell egy büdös fillért sem fizetned érte. Igen, igen. Úgyhogy gyerekek, hát... Illatos fillér. Igen. Üdös vas vagy illatos fillér. Soroksár, Hősök terénél baleset van, két tűzoltó, mentőrendőrök kint, úgyhogy úgyhogy gyerekek, óvatosan. Jó, na, mi pedig akkor belevágunk a 7 órás témánkba, amit tegnap ígértünk, ugye elindultunk, amit én nagyon nemes egyszerűséggel, mert hogy sokkal könnyebb így kiejteni, és sokkal szebb, ugye, hát tulajdonképpen jó téma ötletet adva, elindultunk a Skoda Super B-től. Igen. Ugye, és ez a Super B, hát ezt hallod nem egyszer, hogy Super B-nek mondják, ez ugye angolul több mindent jelent maga a szó, de azt nem így mondod. Viszont sokkal könnyebb, sokkal jobb, és valahogy így áll a szádra, és nem is foglalkozol vele, hogy ezt angolul valójában hogy kell mondani. Skoda Super B, ugye erről beszéltünk tegnap, hogy a Skoda mit jelent. Ennek egy magyarul kicsit. Super B, és ezt hallott, hogy Super B, milyen szép a limuzin. Milyen az új Skoda? Super. Super, superb. Ugye így van angolul, de te Super B-nek mondod, mert hogy sokkal jobb. És eszembe jutott egy tök jó téma, hogy amikor ránk ömlött a kapitalizmus, és kinyílt a világ, de hogy igazából talán nem is kell annyira messzire menni, mert hogy most is szerintem tele vagyunk márkanevekkel, amiket rosszul mondunk, amiket nem tudunk jól kiejteni, amiket hallunk, és egyszerűen szomszédtól, anyukától, testvértől, baráttól, kollégától átvesszük, és valahogy úgy ment a köznyelvvel, hogy így ejti ez a magyar. De az egész ország. Az egész ország így ejti, néha valaki felsikolt, ha meghallja, hogy mondod jól, ahogy az kifit skifinek mondjuk, és nem sci-fi-nak, ugye? Ah, ez skifi, de egy angol idejön, vagy egy amerikai, és baromina csodálkozik rajta, hogy az Istenért mondott, hogy skifi, mert hogy nem skifi, de ki az Isten mondja sci-fi-nak? Hát senki, mert hülyének jó, néznek. Viszont valaki húszárosan megoldják a dolgot, és azt mondják, hogy tudományos fantasztikus. Tudományos fantasztikus, így van. Jó, de ha meg azt mondod, hogy láttam egy jó sci-fi-t, akkor még nem köszönjük, a húzá, franca, te kamu angol sci-fi-ja. És akkor ugye belemehetünk abba, hogy mit mondtunk régen rosszul, amikor még hát csak nyíltak a kapuk nyugatra, de már egy-két termék bejött. Áltál csodálkozva Hegyeshalomnál. Vártad a csokoládét, vártad a sportcipőt, és gyerekkorodban fogalmad nem volt, hogy mondják. Se neked, se az anyádnak, se a nagymamádnak, de mindenki nagyon mondta. Illetve mik azok a termékek, amiket most rosszul mondunk, de hogy mégsem javít valahogy senki, és a mai napig úgy vannak a köznyelvben, hogy mai termék, új autó, kocsi, telefon, bármilyen eszköz. Ruházati termék vagy bevásárló lánc, de mégis valahogy felkapod a fejed, amikor valaki kijavít. Uh-huh. Ugye? És azt mondja, tényleg így kell mondani, nem áll. Hát én ezt nem is tudtam, én nem így mondtam. És akkor valaki helyre tesz, pislogsz kettő nagyot, elszégyeled magad, és aztán megpróbálsz te is most már a jól mondók táborába becsatlakozni, igen, hogy te tudod. Igen. Ugye, hogy mert te most tudod. Már ez a ciki. És most már ez a ciki, de rosszul mondod. Emlékeztek annak idején szegény Albert György, Isten nyugosztalja, mennyit kapott ezért, mert hogy ő nagyon jól beszélt angolul, és amikor ő először képernyőre került, és angol szavakat kezdett el úgy mondani egyébként, ahogy az országban senki sem hallotta, viszont úgy kellett mondani, akkor rögtön mindenki, hogy túlspilázza, meg mit játsza az eszét, meg nem is úgy kell ejteni, meg mit játsza itt az amerikás magyar. Hát ugyanúgy, amikor egy sportriporter, nem tudom, talán a Ricsi vagy a Hajdubé beleszaladt abba, hogy valamelyik BB-n az összes brazil játékosnak úra mondta a végét. Emlékeztek erre? Hogy volt egy nagyon nagy balhé belőle, hogy úra ejtette. Ahogy egyébként valószínűleg spanyol nyelvű országokban, vagy Brazíliában, vagy Argentínában, Portugál spanyol nyelvterületen únak mondod a végét. És figyelj, lincselés hangulat volt Magyarországon, mert a csávó következetes egy VB-n keresztül minden Zizou, Ronaldo, majd a hallgatók megírják, nem tudom, únak mondta. És nem voltál hozzászokva. Pedig így kell rendelni. Igen, és neked az úgy volt, hogy az érevégző meg ára, meg nem tudom, de semmiképpen nem úra. Figyelj, le kellett szállítani izébe, Bécsbe a repülőről, és lesötétített autóval kellett hazahozni. Svehátról egy lesötétített Volkswagen-nel hozták haza a csávót, érted, hogy nehogy meglincseljék, mert az Izutól kezdve a mit tudom én, Ronaldo, mindent úval mondott, vagy a Ricsi, vagy a Hajdubé. De igaza volt, de hát egy whitefülű magyar... Azután évekig Péter Otolnak mondta az utult is. Igen. Oké, na nézzük az SMS-eket, hogy ti mit mondtatok rosszul régen, a nagymamátok, hogy mondta, és... Mindent.
Jó, de már igen? Írják, jó. Nem jön be, nem szólsz neki? Segítene. Már dolga van most. Nem ja, én. Hogy... Pakazin, ez mi van Pakazinov? Hogy egy Iron Maiden. Ja, jó, ez egy Iron Maiden, Iron Maiden dal. Az, amikor igen. Mindent rosszul mondtam. Pedig azt egyébként tök érdekes, mert azt hallottad, hogy igen. Őt kell mondani, ugye, ahogy hallgattad a dalt magát. Uh-huh. Mert egyébként mondjuk a ruházati termékeket, ugye a legnagyobb klasszikus ebből, ahol nyaltunk bele először a Levi's. Az Levi's volt. Igen, mert azt így olvastad, de te az Iron Maiden-t azt ugye hallottad. Hát igen, de ott is azért volt zavar. Tehát, hogy volt, hogy elgondolkodtál rajta, hogy mi a kedvenc zenekarodnak a neve, mert elfelejtetted, hogy mit is mondtak, hogy is kell azt kiejteni, hogy miért nem írom Maiden, hiszen az van ide írva. Na, igen, egy darabig azért Maiden. Ez azért megvolt. Igen. És hát a Louis Vuittontól kezdve a különböző telefonokon keresztül gyerekek az autókig, szóval... Jó, szóval... azt mindig sokan úgy mondják, hiába tudják megfizetni, a márka még mindig Louis Vuitton. Hát az persze, hát az Louis Vuitton. Jó, az nem a mindennapok része, érted? Tehát az egy... Az kevés emberhez jut el, azt meg tudod bocsátani. Louis Vuitton. Miért, hogy mondják rendesen? Louis Vuitton. Louis Vuitton? Fia, Louis Vuitton, egyébként nem mondod annyira Vuitton. Rosszul, ha Louis Vuittonnak mondod, mert az ilyen nagyon franciás, és aha. Az kicsit ez ilyen, ez az O, Ü és a V-nek a keverékét kell így elnyelned. Van Louis az elején, Vuitton, vagy a végén. Aha. Louis Vuitton. Vuitton. Soha nem kértem, még nagyjából... nem tudom. Én sem nagyon vásárolok a Louis Vuittonban. Nem... Te elég, te csak rámutatsz. Igen, én csak rámutatok. Ja. De hogy ilyen Louis Vuitton. Tehát nagyjából ez a jó. A franciák azok a Ü-vel mennyek. De még hagyjuk, várjál ezeket a nagy márkákat, meg a Huawei-t, meg a Devo-t, meg vannak itt nagy közhelyek. Igen, amikor évekig nikéztünk. Igen, de nézzük meg azokat, amiket gyerekkorodban vagy a nagymamát. Tehát tényleg induljunk el egy nagyon egyszerű Nesquik kakaótól, amit úgy ejtett a nagyi, hogy leestél a székről. Mert a Nesquik, ugye hát a magyar az egy ilyen hangutánzó kakuk, jött kuik, és akkor vagy a kuik, és akkor... Nesquik volt. Mi halljuk a bekarózat? Kuik, Nesquik. És akkor mondtad, hogy Nesquik, ugye? Mert hogy az ilyen, de hogy azt mondtad egyébként minden nap, igen. Az én nagymamám röngenyre járt, igen. A osztálytársaim a C-undát úgy mondta, ahogy leírom, C-undát. Gyerekek, a mai napig szerintem a magyarok nagy része egyébként így mondja. Persze. A C-undát. Ahogy a H-undemet is úgy mondod, hogy H-undá. H-undem, ugye így mondod. Pedig egyébként... Várjál, a H-undem az angol vagy német? Hát ha und van benne, akkor az inkább német. De nem and? Vagy a C-undánál van? Az tulajdonképpen a H-undemet... De jó kérdés, mert hogyha... A C-undá az német. Az német cégből jött a C-undá. Hát und, akkor az németesen. De ejteted egyébként. Jó, de akkor nem mondhatod C-nek. Agentemnek is. Na, ugye? Agentem. Hova mentetek? Agentem. Yes, no, igen, agentem. Tehát például H-undem, azt nem mondod H-undemnek. Uh-huh. H-undem. Hát de minek mondod itt Magyarországon? Hát megyek a H-undembe. Igen, de nem jól mondod. Tehát a H-undemet sem mondja senki jól, aki egyébként azt mondja, ahogy a Pull & Bear sem mondod jól. Tehát, hogy ha már ruha nevek, akkor egy csomó minden nem mondasz jól. A Pull & Bear az aha. Mi? Bear? Figyelj. Igen, tehát ugye az Pull & Bear-nek mondjuk. De az sem jó egyébként. Nem, az sem jó. A Pull & Bear, ugye az Pull & Bear, azt így mondod egyébként jól. Ahogy a H-undem is agentem. Ugye, mert a H-endem az agentem. Tehát, hogy megkavarjuk egy kicsit a dolgokat. Igen, vagy a telivel, tájivel, azt is nagyon kevesen mondják jól. A Pull & Bear-nél azért van bír, mert azt legalább érti a magyar. Hát az a jó söriket. Pull & Bear, Pull & Bear, azt is mindenhogy mondjuk. A telivel, tálivel, télivel, téli táj, azt is, az téli vél. Téli táj, de nyáron? Téli táj. Téli táj, téli vél, ugye az téli vél, tehát azt úgy mondod, hogy téli, és az évvel mondod, hogy téli vél, ez a jó, de nem így használod. Jusk, lakberendező? Megyek szekrényért. Megyek, hova mi szekrényért? Szekrényért megyek. Kis IKEA. Tessék. IKEA? Vagy IKEA? Vagy hogy mondjuk? Az IKEA. Az IKEA. Igen? Igen. Ott van például a cigaretta, abból is nagyon sok van. Például a Dunhill. Ugye a magyar azt mondja, hogy megyek Dunhill. Mit szív? Dunhill. Dunhill. Nem mondod jól? Tehát az sem Dunhill, csak nem mondod Dunhillnek, mert akkor azt mondja, menj már te! Ez nem Down. De, az Dunhill. Dan? Dunhill az biztos? A neve, igen, azt így ejtél, szépen angolosan Dunhill. Dan.
A Dunhill az nagyon pronyesz. De, de így mondod? Hát így mondod, hát a szupervéti szupervének mondom, mert sokkal... Megyek Dunhill-eznél. Milyen cigizni, szép autó van, Suburb. Olyan gyönyörű ez a Suburb. Suburb, igen, az a kiváló, jó, Suburb. Csodálatos, gyönyörű. Ez egy ilyen már fokozhatatlan jelző, amire azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű, ez a Suburb. Csak egy Suburb. De Super B! Hát mennyi? Hát igen. A Super B! Na. Hát nem jobb így, hogy Suburb. Nekem is Suburb. Super B. Renault, nem mondod jól. Tehát a Renault, a meghalló, hogy meghallja egy francia... Hála Istennek! Szóval akkor Renault. Jó van. Jó van, akkor jó mondtam én. Ha nem mondod jól, tehát a franciának azt mondta, hogy... Peugeot. Én nem tudtam megjegyezni a Peugeot nagyon sokáig. Tehát gyerekkorban valahogy tudod, annyira beégett Peugeot. És a másik francia márka, az nem Citroën volt hosszú évekig. Igen, vagy Citroën. Citroën esetleg. A Renault, azt tudod mi? Az egyébként Renault. Angol, tehát Renault. Francia. Renault? Várja, hogy ki a francia? Renault? Tehát az U-val mondod. A francia azt U-val mondja. Azt nem mondasz. Milyen szép Renault. Mi? Renault. Na menj, te fúj, de ugyanítom. Te nyelvnáci, te. Renault az. Renault, ugye? És mondd ezt franciának, hogy Renault. És azt mondja, Jézus, hogy úristen, ne gyalázd meg. Jó, franciának mondjál bármit. Jó, hogy franciának mondjál bármit egyébként, igen. Igen. Skipét mikor behozták, anyátok, nagyanyátok, próbált. Miért az, hogy mi viberezünk? Esik? Viberezünk egy csomóan. Hát azt is mondod, ugye, viber, viber, de az sem jó. Az se jó. Tehát az angol az úgy mondja, az egy ilyen E-A-Ő sem mondja egyébként nagyjából. Ez úgy mondja, hogy viber. Vaze? Az van, az egy úrunk van. De a ki mondja Waze-nek? Ki senki nem mondja Waze-nek Magyarországon, vagy legalábbis nagyon kevesen. Ahhoz itt a közlekedés segítő programot nálunk, az is vaze. Na, drága hallgatók, oké, ezek a modernkori dolgok. De akkor menjünk egy kicsit vissza, és nézzük meg, hogy a szüleitek tényleg, amikor akár színészekről, vagy márkanevekről beszéltek, akkor mit mondott? Fú, gyerekek, felrobbantam megint a Viberünkén. Nagymamám Bud Spencert Pam Pascalnek mondta. Még egyszer? Pam Pascal. Pam Pascal? Pam Pascal. De miért mondta a Bud Spencert Pam Pascalnek? Atya, a nagymamám a 7-Up-ot hívta Zup-nak, azt én sokáig hallottam Zup. Tehát azt ugye a 7-es zének olvastad, és az igen. Igen. Én jó vidékiként a Lidl trendre Lidlinek mondom, ez csak akkor ciki, ha olyanoknak mondom, aki rendesen ejti, hogy Lidl. Lidli. Melyik a Lidliben? Lidli. Hát jó, de az egy kiejtés könnyítő betű van benne. Hát figyelj, ha ezzel van, akkor menj az Eldájba. Igen. Keresztanyám Forhenti helyett Forhentin. Forhentin. Te nem tudja a Forhentin, de Forhentin. Forhentinként mondja. Ez neked jó, ez tetszik. Forhentin. Nagypapám a Walt Disney-t úgy eltette, hogy Walt Disney-nek mondta. Micsubicsi, Fater mindig így nyomta. Micsubicsi. Hát a Micsubicsit sokáig mondta. Azt egy ország mondta sokáig, mikor az első Micsubicsik megjöttek. Micsubicsi. Micsubicsi. Tök jó. Micsubicsi. Könnyű kimondani. A legjobb öreges, nemrég hallottam, mit sportoltál? Squatcholtam. Squatch. Jó. Squatcholtam. Hát figyeljetek, valahogy meg kell próbálni. Meg kell próbálni alakítani. Anyámnak az első boltnyitása óta a Decathlon az Decathlon. Kész. Kijavította, mire csak annyit mondott, hogy kit érdekel, én így mondom, Decathlon. Igen, mert valahogy magyarosítanod kell. Nincs is értelme. A katlannak van. A katlan az egy értelmes szó. Olyanokat szokott mondani, hogy bepisilek. Bepisilek a nevetéstől, írja. Decathlon. Nagyon jó. A nagymamám a James Bondot James Bondsnak mondta mindig. James Bonds. A James Bonds, igen. Az egyértelmű James Bonds, igen. Mamám Jakubcsa Gabit hívta Gabucsinak. Gabucsi. Gabucsi. Pedig azért ez nem annyira nehéz, a Jakubcsöket Gabucsi, tehát ez Gabucsi Gabriela. Gabucsi Gabriela. Ja, Istenem, nagyon jó. Mirinda helyett Miranda. Miranda? Az ami üdítő volt, az, nem? Igen. Abszolút, ugye Mirinda neve volt, és akkor az sokan mondta Miranda, mert az... Nem tudom, hogy Randa volt, hogy ez egy női név. Emlékeztek, amikor például Zsuzsák kifogyott a Lamborghini-jéből? Azt is mondta Lamborghini. Hát ezt a mai napig hallom, hogy Lamborghini. Ugye, hogy az a Gini-zed, pedig hát az sem túl szerencsés. És sokszor olyanoktól, akik meg is tudják fizetni. Jó, de ez egy szexi olasz, úgyhogy Lamborghini. Lamborghini. Leginkább attól hallom, aki belőle száll ki, amit te mondasz, igen. Azt mondja, Mozilla Firefox volt ismerősemnek, Mozzarella Firefix. Mozzarella Firefix. Hát mit használsz? Hát a Mozzarella Firefixet. Persze.
És a gyerekek rengeteg Viber üzenet, úgyhogy ebből szemezgetünk. Még jó, írjatok tényleg, hogy mi volt az, ami egész egyszer nem ment. Tehát... Igen, ez érdekes, hogy a mamák, nagymamák is azért tudnak nagyon, nagyon szépeket mondani. Anyám például UPC-t Upicinek mondja. Azt sokan, Upici. Igen. Upicinek? Upici. Ezt nem hallottam. Most U betű, az nem lehet J. Upici. UPC. Upici. Upici. És akkor be kéne fizetni, hova mész? Hát a posta, az Upici. Nem hallottam még így, azért ez retteltesen durva. Meg kell fizetni az Upicit. Upicit be kell fizetni. Jézus Mária! Nem jutott el hozzá egy UPC? Nem, hát az értelmezhetetlen, hogy U, hogy miért lenne U. Igen, U, hát miért lenne U az UPC? Előtte nincs UPC, és akkor könnyítésképpen berakod a I betűket, UPC. Szomszédom Yamaha helyett azt mondja, Yahama, nagy klasszikus. Illetve a Hamaja. Hamaja és a Szavakaki. Szavakakiztunk. Volt kollégám YouTube helyett Jatubé. Jatubé. Na jó, szemezgetünk mindjárt az SMS-ekből, és folytatjuk. Jó, írjatok, jövünk a hírek után. Után vagyunk 41 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Tegnap érdekes és vicces téma jutott eszünkbe, ugye a Skodáról beszélgettünk, és aztán megnyögtem, hogy Super B, ahogy egyébként ugye a legtöbb magyar mondja, hogy Super B. Jó az, gyerekek, hát semmiképpen nem Superbé, de Superbé. Úgy van írva. Úgy van írva. Állunk a így, B, úgy mindenki érti. És aztán arról kezdtünk ugye beszélgetni, hogy amikor egyrészt a nyugatról beáramló termékek megérkeztek hozzánk, hát az angol még azért nem volt annyira a fejében mindenkinek. Ejtettük, ahogy tudtuk, mondtuk, ahogy tudtuk. És ugye arról beszélgetünk, hogy ki, hogy, hogyan ejtett régen, vagy a szülők, a nagyszülők hogyan ejtettek bizonyos márka neveket, és a mai napig hogy mondják a magyarok azokat a márka neveket, amiket egész egyszerűen nem tudnak pontosan kiejteni. Például a fokrém, ugye az is egy nagy köszhely, ez a Senso Düne. Hát ezt a Senso Dünének mondod. Mindenki, Senso Düne! Senso Düne! Senso Düne, persze. Persze, hát azt úgy mondod, hogy Senso Düne. Düne! Senso Düne, ez, igen. Senki nem mondja Senso Dine-nak, pedig az egyébként az a jó kiejtés. Mit kérsz? Egy stiftet meg egy Senso Dine. Hagyjál már, vidd azt a Senso Dünét. Mit játszod az eszedet, vidd a Senso Dünét. Fokrém és a Senso Düne. Hát ezt nem mondod máshogy. És én is beszélek róla, a Senso Dünének mondom, nem érdekel, hogy egy. Így kényelmes, Senso Dine. Kicsit mindig ránézek, hogy ne. Igen, mi a voltál három napot Amerikában. Igen. Rögtön elfelejtetted a nyelvet. Senso Dine, most meg a fogadat húzni. Jó, a Senso Dünének, jó. Annak tényleg nagy közhelyek egyébként. Mert így szokta meg az ember is, és nehezen állsz át, igen. Hát és akkor ott vannak még ugye az ismert emberek, például színészek, közszereplőknek az átformálás, már a nevüknek az átformálás. Most nekem van két óriási kedvencem, szóval egy Dora írja nekünk, hogy apám a legnagyobb névmágus, vajon ki lehet? Max Van Den Dom. Max Van Den Dom? Max Van Den Dom. Max Van Den Dom. Ki a Max Van Den Dom? Jean-Claude Van. De hogy lett Max? Max Van Den Dom. Nagyon szeretek Max Van Den Dom. Max Van Den Dom. És a két futball sztáredző, Capello és Ancelotti. Ancelotti? Capello és Ancelotti. Jézus, óriási. Mária. Jó, de ma mindent visz a Max Van Den Dom. Max Van Den Dom. Max Van Den Dom az nálam most mindent visz. Adri írja, nagymamám texasi kopófüggő volt. Kuknaret volt az Isten. De miért ők ki az eredeti? Chuck Norris. Ja, Chuck Norris, és mit? Kuknaret. Nincs Kuknaret. Hát nézed a filmet, és mondják az elején. Max Van Den Dom és Kuknaret. Max Van Den Dom és Kuknaret. De mondják, hogy Chuck Norris magyar hangja, nem tudom. Kuknaret. Valószínűleg azt nem hallja, tudod? Nem figyel, hanem olvassa. Le van halkítva, és a Chuck Cook. Kuknaret. Chuck Norris. Kuknaret. Illetve Romániában Csuki Chan. Csuki Chan? Igen, Jackie Chan. Csuki Chan, Jackie Chan. Igen. Atya, úristen. Annyira jók. Max Van Den Dom. Nagyon SMS-ek jönnek, igen. Pizzériában dolgozom, jó, hát ez nagy klasszikus volt, az étlapon csülökpörés pizza, illetve pacalos. Telefonáltak a rendőrségről. Persze, és nyilván pont a rendőrségről, persze, X-Y-on vagyok, kérek egy pakáloszt. Mint pacalos, ez ezer éves, igen. Nagymamám Stávjuditot hívta mindig Stávjuditnak. Egy Stávjudit. Stávjudit, igen. A Stávjudit, ez jó lett volt. Igen. Jimmy Oliver volt a Jani. Jimmy Oliver pedig a Jani. Tehát, hogy Jani Oliver, vagy Jani Oliver. Csak úgy Jani. Igen. Joy Losis?
cigarettaboltban, vagy Joy Lose-t kérnek tőled. Te vagy a kiszolgáló a 18 karikásban. Joy Lose, egy doboz Joy Lose-t légy szíves. Ne, de... Na, ne, gyerünk, Joy Lose-is. Cigiboltban hát te vagy a kiszolgáló. Az a... Joy Lose-is. Igen. Na. Na? Goloáz. Goloáz! Persze. Goloáz. Ha nem tudja, hogy kell. Hát jó, persze. Nem tudja. És nagyon nem is érdekli igazából. Tehát, hogy így... És az fú... Az, mikor dohányoztam, azt még mezitlábasba szívtam. Te jó Isten. Akkor mondjuk bátor gyerek az, voltál. De az csak ilyen próba jelleggel. Azt igen, gondolom, hogy csak arcból. Arcból álljunk elő. Nem az egyszerű üres kollégá pár évben menezni próbált az esti hódításra, jól ismert pornos kifejezésekkel fényezte magát. Hot sex. Számlálta. Nem értettük, azt rejtünk, hogy a hard sexre gondol. Vertük az asztalt, úgy rögtünk. Hard sex. Úgy mondta a hard sexet, igen. Volt egy osztálytársam nagymamája, B-vacsa mindig azt mondta, hogy bicsvics. Igen. Bicsvics. Klasszik. Nem hallottam. Ezzel nagyon sokan nem tudtam. Hát persze. Bicsvics. Bicsvics. Nagyon sokan írták, de nálunk a családban is van olyan, hogy nincs CSI. Ja, hát az a csi. Az csi. Az a mai napig a csi. Miami. De az várjál, az ugye CSI Miami, igen. És abból az lett Magyarország, hogy mit nézett? Csi Miami. Csi Miami. Nem lehet. De nem, ezt nem mondhatták Csi Miami-nak. Mi lesz? Hát 8-kor megnézem a barátok összet, utána Csi Miami-t. Aztán egy jó Csi Miami. Utána megnézem a Csi Miami-t. Az mi? Hát egy bűnügyi nyomozott sorozat, a Csi Miami. Jó, akkor is Jean-Claude. Hogy volt a Jean-Claude? Meg Van Damme Dome. Max Van Damme Dome. Nekem Max, ő. Hogy jött a jó? Max? Az, hogy nálam ő vezet. Tehát Max Van Damme Dome-ot ma nem veri semmi meg. Az egészen biztos. Sean Connery, Sankonéri. Sankonéri. Állnak meg, annak van értelme. Ott írta. Na, Istenem, nagyon jók egyébként, igen. Nagyon jók jönnek. Starsky és Hutchból. Nagyapám mondta Huck és Törlinek, nem tudtuk, hogy miért. Apám Starchy és Hucknak mondta. Starchy és Huck. Úristen. Gyerünk, a Törli, a Starsky, Törli. Úristen. Az egyik gyorsétteremben dolgoztam, mint kasszás, oda tipegett hozzám két cicaba, köszöntem nekik, de ők még arra sem mondtak nagyon semmit, rám néztek, majd elkezdték mondani rendést, az egyik jalapeño szemicset szeretett volna. Jalapeño. Én kérek két jalapeñósat, de sokat tegyem el, nagyon szeretem a jalapeñót. Engem kiröhögtek Nyugodt Berlinben. Jó, de egy jalapeñót, és akkor mondják jalapeñónak, de ez csak nem is jalapeño. Kávét kértem egy voltba, akkor kiszabadultunk ugye Kelet-Európából, Nyugat-Európán, Nyugat-Berlin. Milyen kommunikáltál? Kértem egy Julius Mayn-t. Julius Mayn-t, és konkrétan kiröhögte. De próbáltál menőzni Julius Mayn-bite. Julius Mayn-bite. Enystück Julius Mayn-bite. És mit sírtak? A hátam mögött hallottam, hogy a sorokból felröhögött valaki. Nem is láttam, hogy kiröhögött. Julius. Vitte. Ja. Akkor mindent fölvonultattál, amit tudtál. Mi németül? Einstück. Így van. Keanu Reeves mondták nagyon sokan Keanu Reeves-nek. Hát jó színész. Keanu Reeves. A Féktelenülben Keanu Reeves egyébként fantasztikus. Fantasztikus az alakított. Nagyon jó volt. Az Alexander Placon egy büfénél elsütöttem, azt meg akartam kérdezni, hogy a narancson és a kólán kívül mi van. Ezt azóta is mesélik egyébként a haverok. Kóla, oranzs, undich. És én? Mit válaszoltak? Olyan volt, mint valami dal, nem? Kóla, oranzs, undich. És azt mondod, hogy undich? Undich. Undich? Hát, mi van még? Érted? Mi van még? Undich? Feleségem nagyanyának a Szecsáni Mártás, a Sumicsi. Ő kértem, hogy ő Sumicsi Mártásnak mondja. Sumicsi. Figyelj, erre egy konkrét szótárt lehetne ebből kiadni. Nem, erre egy sorozatot kéne. Hol van a magyar eltéved? Erre egy sorozatot kéne egyébként. Nem? És végig csak ilyenek csak lennének ilyenek. Benne. Csak ilyenek. Igen, és akkor még ugye nem beszéltünk, ami kimaradt, ugye a tészták, kenyerek, olasz ételek, éttermi rendelések. Tehát amikor beülsz, igen, és akkor így próbáld a gnocsit. Gnocsinak. A croissant, a csabattát. Tehát, hogy próbálod, ahogy esik, úgy puffan módon. Nem?
A ciabattát. És nem mondod, mert nem árány elved, hogy ugye van ciabatta, de még ráadásul így is van írva. Igen. És tök egyértelmű, hogy a magyarnak, ahogy írva van, úgy mondod, hogy ciabatta. Hát pedig a csé neked sokkal jobban a magyarban. De a cí, hát ha nincs ott neked az es, nem vagy felhatalmazva a csére. Ciabatta, azt a mai napig hallom, és meg sem lepődöm, mert nem mondod, körbenézel, nem olyan senki csabatta, de egyébként ciabatta. De ráadásul rá is nézel arra, aki azt mondja, hogy csabatta. Tudod, és ránéz, és ilyen lesajnálva. Hülye vagy, mit arcoskodsz? Ciabatta az. Igen, hát tényleg, vagy a gnocsi, hát az sem megy. Az sem megy. Akkor a klasszikus. Az sem megy egyébként. Inkább jobb próbálkozni a krumpli nudlival. És én a nocsit nagyon szeretem, nocsi. Amikor, de legalább a magyar megpróbálja, amikor nocsit mondott, már érzed, hogy van valami próbálkozás. És ott például miért van csi? A két C miatt? Tehát a két C-t szerintem igen. Már, tehát a két C, ugye két C, H, I, azt nézette szerintem úgy érte. Csének. H, nincs H. Van H. Gnocchi. Nem úgy írják? Ha van H. Nincs H. Szerintem... Hát most megfogtatok, de szerintem... Mindegy, szerintem ott a két C miatt mondjuk a csét. Az a két C miatt igen. Igen. Ott van, igen. És akkor mondod, hogy nyokki. De hát a tagliatelle is ugyanez. Évekig mondtam tagliatellének. Mert hogy próbálok belebetűzni, és akkor valaki egy elegánsabb ilyen oldalbőköt, hogy Bali, ezt felejtsd el. Miért? Tájátele, hagyjad már te, sznob! De azért utána úgy mondtam. Fél adagot kérsz, vagy tájátele. Figyelj, ezeket meg kell tanulni, igen. Na jó, van, figyeljetek. De a Max van den Don most mindenki. A Max van den Don nagyon jó, de a Dusty Hoffman, akinek a Hoffman Duftit mondaná. Hoffman Dufti? Nagyon baj, a Hoffman Duftit mondaná. Nincs ilyen Hoffman Dufti. Dusty Hoffman. Nagyon szerettem az eső ember. Nem is lehet kétszerűen elmondani. Tom Cruise és Hoffman Dufti. Mert ugye ott a Dustin, az F, az M, az F összekevredik, és abból lesz a Hoffman Dufti. Vagy magyarosította, ugye? Dustin van elől, és ő Duftinek. Megfordította Hoffman Dufti. Aranyos kám, imádtam Hoffman Duftit. Hoffman Dufti és a Max van den van. Max van den Dom. Jó, nálam ő az abszolút nyerő. Na jó van, gyerekeket, köszi az esemény, csak hát figyeljetek, 10-ig el tudnánk ezzel ketyegni, mert nagyon jók jönnek, nem fér bele az összes, ne arra gudjatok. Jó, jövünk mindjárt a hírek után, 8 perc, 8 óra. Balázsék a Rádió Egyen. Na itt vagyunk, gyerekek, 8 óra után, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Nem elfelejteni, ugye sokszor mondjuk, még indul a Valentin napi játékunk jövő héten. Rengeteg nyereménnyel, rengeteg ajándékkal jövő héten. Mr. Valentin jön hozzánk hétfőn, még egyelőre nem. Személyesen Mr. Valentine. Mr. Valentine? Akkor Mr. Valentine. Mr. Valentin. Akkor Valentine. Igen. Mentjú meg Konegi, ahogy írja valaki. Konegi úr, ne örüljön. Igen, és hát ugye indul a Valentin napi játékunk. Vakrandi, egy csaj, öt pasi, illetve pontosabban öt pasi, egy csaj, nem. Egy pasi, öt csaj. Igen, így csak eltalálom. Egy pasi, öt csaj, minden nap jelentkeznek majd a csajok, és aztán Mr. Valentin ugye válasz. Elindulnak Miskolcra egy gyönyörű wellness hotelbe pénteken, ha végigcsinálják a hétvégét, 250 000 forint KP fejenként, hát már azért megéri, gyerekek, azért az nagyon sok pénz. Az nagyon sok pénz. És utána a csajoddal vagy a pasiddal elmehetsz nyaralni. Csajoddal vagy a pasiddal vagy a feleségeddel, utána pedig vasárnap este hazamész, és azt mondja, nézd drágám, nem könnyű kenyérdel, megkeresem 250 000 forintot. Nézd el, nekem cserébe viszont, hogy elengedtél erre a játékra. És milyen volt szörnyű, nem? Jaj, ne is mondd. Fú, azok az olasz borok, az olasz étterem, az a csajot mellettem, összebilincselve. Láttál róla a képet? Igen, de a gyerekek, hát nem, ne ellenőrizzük senkinek a státuszát ebből a szempontból, tehát az jelentkezik, aki akar, szinglik nyilván előnyben, de ha valaki ezt otthon, ahogy mondtuk, lebizniszeli, vagy előnünk elhallgatja, nem tudunk ennek utána el, mindenki. Uh-huh. Mindenki vérmérséklete szerint dönts el, hogy helye van ebben a játékban. Mi ezt nem ellenőrizzük, viszont a játékot szeretjük, és hétfő már, Miss Hétfő bemutatkozik. Vilincs a kezemen! Énekeljed, Janti kapcsol. Elindult a tévé, gyerekek, itt hirtelen magától. Ufa, hú, ez? Paranormális jelenség, vagy mit mondanak erre? Az paranormális. Paranormális. A DJ-nek volt ez a nulladik típusú találkozás. De jó is. Jó pofa volt. Akkor még komolyan vettem a tévét. Igen.
akkor még úgy jobban megijedtünk mindentől. Szóval, hogy Valentin indul, és tessék jelentkezni, valentin@radio1.hu, ez a lényeg. Jó, aki benevezne erre a játékra, aki szeretne 250 ezer forint készpénz, luxusautóval menni gyerekek, gyönyörű Mergával, az Avalon Parkba, úgyhogy gyönyörű gyűrűt húznak az ujjára, virág, sofőr. És nem zavarja, hogy levakarhatatlanul ott lesz mellette a jacuzziban, a szaunában. Igen. Miro és Juli. Miro és Juli. Nem iszunk valamit? A bilincset nem levenni. Igen, jó, hát és a bilincs ugye, ez nekünk már egyértelmű, de párjainknak talán még nem. Rájuk itt ez felkerül, és egy napi limittel kihasználva ők az egész hétvégét összebilincselve töltik. Ugye ezért ez egy lebilincselő vakrandi, ez a bilincs, ez egy plusz csavar. Nyilván lesz majd idő, amikor el tudnak menni mosdóba, nyilván szedjük őket, de hát ettől érdekes a dolog, hogy ugye pénteken hozzád bilincselnek valakit, és az vasárnapig ott van mellette. Mennyi, pici időt adtunk, nem tudom, napi 20 perc, napi fél órát igen. Azért adtunk, nem voltunk nagyon szigorúak, de a nap nagy részét azt ugye hát összebilincselve kell tölteni. Tavalyi párunk, rácsöröghetünk a srácra vagy a lányra, szerintem már nincsenek együtt. Á, nem, nincsenek. De hogy egy ilyen kicsi, hogy de mi volt, hogy volt, meddig tartott, magukat. Hát ha valamelyik ők akar beszélni, ennek ma utána járunk. Jól érezték magukat, és tudjuk, hogy megtörtént minden, aminek meg kellett történnie. De azt, ahogy mondtam már, mi azt itt éreztük a stúdióban. Tehát az egyértelmű volt. Nagyon nagy, nagyon nagy vibrálás. Nagyon nagy vibrás volt. A srác is helyes volt. A csaj is nagyon cuki volt, aranyos, kedves. Úgyhogy egészségedre. Egészséged. Ennél diszkrétebben. Dévéről majd lemászik. Ennél picit diszkrétebben nem tudsz tűzenteni. Így alapul. Mindenféleképpen úgy kell tűzenteni, mint a újraéleszteni kellene. Egy egészen kicsit diszkrétebben ezt nem lehet megoldani. Jó ízűen fog. Nem szabad bent tartani. Impotenciátokat. Igen. Úristen. Jó, de ebből sok olyan dolog is kijött, amit bent tartottál volna igazából. Majd lemászik a tévéről. Fél kiló mirelit borsó, ami kijött a tévére, ez feltétlenül. Szükség volt erre feltétlenül. Jó, úgyhogy gyerekek, a bögyös, vörös és a részek szerb ott lesz veletek, írja Kazi, nem én mondtam. Igen, és hát látom az SMS fal, gyerekek, most már ne küldjetek, jó? É, tehát jó, igen, meg vagyunk, a Penge sztárját a Venzi Slice-nak a Penge sztárját Venzi Slice-nak mondani, azért az is erős, jó? Visszatérve még a nevekre. Na! Még izgalmasabb lenne a három fiú és két lány verseny egy nem nélküli emberért. Hát gyerekek, aha, hát... Tényleg, muszáj, van egy pár év múlva majd, igen. Kis gender mi? Dolgot beletenni, jöjjenek a transzneműek, a nemtelenek, a jöjjön mindenki. Egyébként nem kizárt, hogy jelentkezik valaki, aki fiú, de elvinné Mr. Valentin. Hát, szóval gyerekek, nyitottak vagyunk, PC-k és gendersemlegesek, úgyhogy nem rekordra való tekintet nélkül igen. Bárki jelentkezhet. Igen, lehet, abszolút. Lehet, hogy jövő ilyenkor csak egy transzexuális megy majd el, mert ő mind a két nemet képviseli. És viszi az 500 ezeret. Igen, és össze lesz bilincselve a saját bal kezével, jobb kezével. Hogy szokták mondani, dupla esély randinál, úgyhogy mindenképpen jó, nem? Mindkét nemhez vonzódsz, mert azért igazán tudsz nagyon mellé nyúlni. Tehát nem alakul úgy az este, hogy nem mész az a valakivel. Oké, na hallottátok emberünket, azért időzzünk el egy kicsit a románai magánkórházakban. Nagyon ugye? Nagy. Tör elő a magánszektor, azt látom, hogy Magyarországon is épül, szépül, brutális pénz van benne, és ez tök jó. Azt gondolom, hogy az élet kicsit kegyes hozzánk, akkor talán mi, mire odaérünk, és 15-20 év múlva szükségünk lesz az egészségügyre, addigra egy megfizethető magánszektor azért már szépen kialakul. Ennek most már azért így látjuk az előjeleit. Az alapok le vannak már. Az alapok le vannak, tértve brutálisan fejlődik a magánszektor, iszonyatos sok pénzt investálnak, rengeteg magánegészségügyi intézmény van, és ez azt jelenti, hogy minél többen lépnek a piacra, annál jobban esnek le az árak, úgymond. Ugye, nyilván a választék és olcsó. Nagyobb a választék, olcsóbb lesz. Azt gondolod, hogy érthetően ma már, bár az ember kicsit mindig furán érzi magát, amikor van pénze valamelyik szülőt beutalni valami magánhelyre, hogy mi az Istennek fizettek ők hosszú évekig TB-t, mégis elviszed magámba, mert mondjuk egy... Az élet nagy kérdései. Mert fél év, igen. Vagy egy CT-ot meg mondjuk holnap utára adnak időpontot. De most nem is a magyar egészségügyről akarunk beszélni. Inkább szemléltetni akarjuk azt, hogy azért még a román, a román magánszektorban is vannak még rések a pajzson, ahogy szokták mondani. Még nem állt össze teljesen a rendszer. Ugye? Mert hogy... Hát még úgy azért még így azért ott nyilván ott is épül, szépül, de tanulgatják ezt a magánszektort, hogy mi történik. Ugyanis plasztikai sebésznek adta ki magát egy parkolóőr. Na. Menjünk végig a lépcsőkön, ez egy olasz férfi, aki több műtétet is végrehajtott romániai magánkórházakban. És hát ezt a hírt így elolvasod, akkor azért nagyon sok kérdés felmerül, ha lépcsőről lépcsőre, momentumról momentumra akarod ezt a dolgot megvizsgálni, akkor ennek azért nagyon sok buktatója van.
az, hogy most ismeri a szikét, vagy nem, ne rohanjunk ennyire előre. Hol van az még, hogy... Hol van az még, ugye? Hogy egyáltalán kér egy steril kendőt, na, vagy egy sziket, teljesen nem. Ő egy olasz férfi, a román orvosi kamera nyilván vizsgálatot kezdeményezett, több műtétet is végrehajtott, 8 általánost végzett emberünk, aki plasztikai sebésznek adta ki magát. Az, hogy tanulatlan lenne. Nem lehet mondani, hogy tanulatlan, 8 általánossal azért ragadt rá, ez az. Hazájában nem meg egészen... Olasz 8. Olasz 8, az, román, az, az román 10, és de magyar 3. Tehát, hogy nem tudjuk, de egészen jó eredménnyel zárt állítólag. Hazájában már többször elítélték több hasonló eset miatt. Sajnos a cikk nem tér ki rá, hogy mit csinált. Eredeti szakmája ugye parkolóőr, valamivel korábban, mint egy éve érkezett Romániában, és... Dolgozott itt a szakmájában? Nem tudjuk, ugye? Lehet, hogy kicsit itt beszedett, ott beszedett, járkált. Már a szakmának lehet nevezni, ugye, a parkolóőrséget. Hát gondolom, hát ez mennyi, ez 4+1 év. Lehet, a főiskolai végzettség. Elment egy román kórház mellett, és azt mondta, hogy egyre sok büntetni való tétel van itt. Megbüntette az autót, autósokat, ránézett a kórház, és azt mondta, ha egyszer én oda bejuthatnék. Jó lenne itt egyszer. Mondta az olasz parkoló. Csak van itt egy állás. Csak van itt egy állás. Na most nézzük meg, két esetőség van. Vagy jelentkezett állásra, és felvették, fura lenne. Ugye, hát azért az is egy hosszú procedúra. Vagy a csávó egyik reggel azt mondta, hogy nem tovább. Leakasztotta a kis parkoló táskáját, lerakta a kis, kis noteszét, és neki indult a fotocellás ajtónak, hogy már pedig igen, én műtök. Bement. Hogyan? És a munkaerő felvétel táblán végignézte azon a felírt különböző szakmákat. Azt mondja, nem hogy biztos. Fűtő betelt. Éjszakai portás betelt, plasztikai sebészt kereső. Plasztikai sebészt lehet, keresünk. Lehet, hogy csak besétált a műtőbe, hogy a Balázs mondja. Érted? Rossz helyre nyitod be? Igen. Na de várj. Doktor okay. Úr, de... Nézzük meg ezt a lehetőséget, hogy mondjuk jelentkezett, még nézzük meg azt, hogy besétált. Ha jelentkezett, plasztikai sebészt keresünk. Oké. Okay. Megérkezett. Állásinterjú. Igen. Szeretném elkérni az okmányait. Azzal van egy kis baj. Hol az okmány? Hát mondjuk, hogy elvégezte az orvosit. Emberünk azt mondta, hogy van kamarai engedélyem, csak az intézmény leterheltsége miatt, az amerikai John Hopkins Orvos Egyetemen végzett, de az intézmény leterheltsége miatt még nem tudták kiadni neki a papírt. Igen. Mire egy gondolkozott nyilván a felvétel, és azt mondod, jó. Elhiszem, nálunk is néha lerohad, nálunk is néha a fax. Keresem, mint a számítógépet, John Hopkins nem enged föl az egyete. Uh-huh. Elhiszem. Biztos, hogy látja, hogy le van rohadva, hát már föl se veszi. Igen. Kedves Matteo Politti, így hívták emberünket, Matteo, Dir Matteo, a kettes műtőben várják egy mellimplantátum berakásra. Emberünk sajtott egy nagyot. Ezután jó. Várjál még, azért csak megkérdezte, hogy ez hány műtétje igen. Volt, igen. Hol, ja, jó, dolgozott. Hol dolgozott, jó, és akkor azt mondja, John Hopkins orvos egyetemen. Matteo John Hopkins, lefagyott a rendszer. A 6. utc és a 16. sugár utca sarkán egy plasztikai sebészeti. Rendben. Milyen műtéteket csinált, kedves Matteotti? Mit mondasz? Igen. Laikusként. Na, miért? Most te mit mondanál? Oké. Okay. Mit mondasz? Mit laikus te? Vagy, ott ülsz, én állásinterjúzatlak. Mit csinált? Kedves Matteo Politti, Gianatelli, Vadonati. Dr. Matteo, Dr. Vadonati. Milyen Vadonati műtéteket hajtott tupi, végre, mert nem találom a John Hopkins Orvos Egyetemen a regisztrációját, vagy a papírját. Na most fülkorrekció. Fülkorrekció? Fülkorrekció. Belegondolok, hogy mi az, amivel a legkevesebb kárt okozhatom, hogyha ha belevágok a szó átütés való értelmében. Fülplasztikát csinált. Fülplasztika. Hogy van a beteg? Hogy? Ja. Jó, kifejezetten a hallása továbbra is okay. Kiváló. Kiváló. Referenciát kell adnod. Így van, erre és mit most mondanád? Már füles sapkát sem kell hordani. Látta Cher 2012-es Miami-beli koncert? Látta? Na. Na. Az, megvan ugye? A szája? Na. Na. Ugye? Látta? Maga szerint igen, láttam. Na. Na. Ki csinál? Na. Tudja, hova... És te nem mondtad? Csak rávezetted? Na. Tudja, hogy hol dolgoztam? Amerika... Cher, Miami, 2000, szája megvan? Aha. Na, kitöltötte föl? Michael Jackson? Na. Megvan? Ugye, hogy megvan? Ne, ez meg, hogy ez túlzás. Matteo Politti vigyél. Donatella Versace? Megvan? Ó, na, azt nem hozz föl. Luigi Vincenzo Matteo Politti. Ez volt a teljes neve. Rákevestek, és nem Politti volt, hanem Politia. Oké, okay, Matteo. Azt mondják neki, hogy rendben, Matteo, akkor tényleg a kettes műtő. Megtörtént a felvétel, átment egy tök hülye, aki felvétel, hiszen nem kér okmány. Ott ülsz parkolőrként. Onnan egyenesen egy-két nap múlva téged beirányítanak igen. Egy műtőbe. Uh-huh. Mit csinálsz egy műtőbe? Mondom neked. Tehát honnan tudod, hogy mit kell csinálnod? Hát először igen? Is megtudom, legalább egy nappal előtte, hogy mi a műtét. Mell, száj, latinul fű. Mondják. Oké. Okay. Latinul. Ne, ránézel a kartonra, ott az van, hogy van egy szájbeültetés, az még csak nem is olaszul, meg nem is románul, az valószínűleg latinul van. Hogy hazamész, igen? Googli,
átfordítod, és megnézel egy oktató videót a YouTube-on. De nem mernék, hozzányúlni. Hát nem. Fekszik a beteg halott, hogy pitty, pitty, pitty. És, mi, és hat arc maszkban kérdően igen, néz rá. Igen, és várnak. Igen. És várnak. Doktor úr, alszik a beteg. Sziki! De mihez nyúlsz? Igen. Hát mihez, nem hiszem el, hogy ezt nem veszi észre senki. Hát mihez nyúlsz? A többiek értenek hozzá, és hát ha jót adnak. Ja de, akkor várj, nem nyúl semmihez. Uh-huh. Megtörténik a bemosakodás, felrakják rád a maszkot, és csak így kitartod a tenyeredet. Igen. Hogy adjon bele valami. Igen. És improvizálva mész tovább, hogy ad, mit ad neked bele? Szikét? Vágsz. Aha. Diszkréten rátszólnak, hogy nem ott, doktor úr. Kérdő rá, hogy segítsen, melyik beteg? Érted? De láttad, hogy nem úgy fogja meg a szikét. Tűt, cérdát, csipet, marsz. És a csávó egyébként állítólag egyébként több műtétet is elvégzett. Igen. Elvégzett. És egyébként úgy csúszott el, az is megvan ugye, hogy a legalapvetőbb dolgon, hogy nem mosakodott be rendesen. És illetve ezt kiszúrták, hogy rosszul mosakszik be. Igen. Na de ha több műtétet elvégzett, akkor a igen. több műtét előtt nem mosakodott be? De bemosakodott, nem, csak azt mondta, nem nézték hogy, annyira. Először is doktor, és a bemosakodás már megvolt. Eltűnt. Már kész vagyunk. Nincs ilyen. És mi az, hogy sikeresen elvégzett? Nem halt meg senki. De lehet, hogy még szépet is csinált. Na de te vagy a doki, te irányítod a stábot. Hát te mondod meg, hogy mit kérsz, hogy mi történik, hogy... Tehát ezt laikusként az nincs az a... Nincs doktor úr, kollégina, hát én mondjam meg. Hát mióta dolgozik? Nagyon ügyes kollégina, na nézzük, akkor csináljunk ebből egy játékot. Kérem, fejezzék be. Írj egy hallgató, épp, lehet, hogy tök igaza van, hogy lehet, hogy mindenki kamu volt a műtőben. Igen. És nem buktatták le egymást. Kérdőt a csaj ott állt, ő érted, egy pékségben dolgozott. Ott állt az anesteziológus, ő egy manikűrös volt. Néztek egymással. Te is kamu vagy? Igen, te is, akkor kussolj már. Ja, adjál neki, ezért nem tudom, hány milligram, nem tudom mit. Adták tovább. Érted? Szikét. Giuseppe. És képzel? Veronika, szikét. Jó, Mátok, és kapsz egy szikét. És azt mondja, hogy mellimplantátú. Nekiállsz és felvágod? És berakod izom mögé? Az... Izom alá? Kiemeled? Össze van? Lehetetlen. De ha csak van egy fülplasztikád. Igen. Legyen egy orrplasztikád. Legyen egy orrcimpa műtétet. Hogy? Hogy végzett el ez az ember úgy, hogy senkinek nem tűnt föl 4-5-6 műtétet? Mire valaki észrevette, hogy egyébként rosszul mos kezet? Igen. És az is olyan, hogy 6 műtét után kiszúrta valaki rosszul mosó kezet. Nincs ilyen. Egy ajakfeltöltés. Nem tudod megcsinálni. Ott ugye nincs vágás, csak aki injekciós tüvel szépen bead. Na, hogy? Nem. Hova szúrsz? Nem tud megcsinálni. Tehát azért a román magánszektornak még azért kell hova fejlődnie. Ugye az a Leonardo DiCaprio film volt. Amikor ő ügyvéd volt, ugye az a kapjálhatót, és ott jól doki. És ugye ott az volt, hogy ő megtanulta a kórházban, hogy ha két orvos beszélget egymással, akkor az első szakorvos felállítja a szakvéleményt, és megkérdezi a másik dokitól, hogy csatlakozik. És arra ő filmben látta, hogy rá kell mondani, hogy csatlakozom. És bement a DiCaprio, megállapított valamit, és megkérdezte a tanulót, hogy csatlakozik. És használta a szakszót, és mondta a kis tanuló, nem tudom, hogy csatlakozom, akkor várja össze, és kiment. És így csinálta a filmet. Tehát valószínűleg így kellett, hogy ott is megtörténjen. Na de akkor se tudsz műteni. De hiába nézel Discovery-t, hiába nézel meg 100 YouTube csatornát. Igen. Hát nem tudod megcsinálni. Meg belgyógyászként valamennyire el lehet ott azért lébet szolgatni. Tehát, hogy megkapod egy kis stetoszkopodat, oda mész solcson. De mi a motiváció? Van egy kis víz a tüdőbe. Igen, most kölgjön. Mi a motiváció? Most ne kölgjön. Hát a pénz. De nem kapsz érte pénzt. Hát nem vagy bejelentett, ő azért, mert négyszer műtött, azért még neki nem utalnak. Nem ő kapja meg a pénzt. Hát ez egy rendes magánszektor volt. Paraszolvencia. Hát de nyilván fölvette. Tehát szerintem nem. Felvették. Szerintem az, hogy Istent játszik, hogy ő műthet, hogy ő orvos lehet. Itt a személyiségzavar egyik olyan rész, hogy ő most eljátsz. Szerintem neki nagyobb jutalom, hogy ő orvos játszhat. Jó, és akkor de nem a pénzért csinálta. Parkoló őr volt. Utána meg elment büntetett kettőt. Doktor Matteo! Aha. Szerintem az adrenalin, szerintem a stressz, hogy bemész egy műtőbe, és te azt játszod, hogy te orvos vagy. Valószínűleg ez egy ilyen téveszme, hogy ő azt szeretett volna. Hát nem, ott nem kapsz pénzt, a beteg nem ott, főleg magánegészségben nem adjanak át a 2000 eurót egy mellműtétre. Beutalod a kórházba, hónap végén a doki megkapja a fizetését. Ha fölvesznek és odaengednek a műtőz, akkor te a felvételt megkaptad, fizetés jár érte. Tehát nyilván kialkudott egy fizetést, nem jutott el odáig, hogy leteljen egy hónap, de hát ő pénzért dolgozott. Én nem nagyon szeretnéd, hogy
hogy olyan magánegészségügyi, vagy magánkórházban csinálják, akkor úgy veszik fel az embereket, hogy hát megvan a diplomám, de nem tudják kiadni. Jó, nem baj, hát hiány van, gyöngyöd. Van két kulcsontörésünk, van egy perforált vakbelünk, meg van egy szájfeltöltésünk. Húzom bele, dokikám. Jó napot, üdvözöljük. Jó, oké, fordítsa. Üdvözöljük itt nálunk. Mit csinálsz betegként, hogy kiderítsd, hogy ért hozzá az orvosod? Ott fekszel, te most a izével a vakbélműtéttel. Semmit. Na, nem tudsz mit kérdezel? Hát semmit. Semmit. Doktor, mit csinálsz olyan betegként? Mit csinálsz azon betegként, aki elolvasta ezt a cikket Romániában, és tudja, hogy a doki őt műtötte? Igen. És megnézed az implantátumaidat, elkezdett fogni. Fogod a számot. Matteo! Matteo! Luigi! Vincenzo! Politi! Politi! Érted? Tehát, hogy ugye őt rájössz betegként, 4-5 műtét, azt mondták, hogy számos operáció, senki nem halt bele. Na. Senki nem halt bele. Hála azt mondja Isten. A kórház, hogy mekkora szerencs egyébként. Az egészségügyi miniszter a sajtóból értesült az esetről. A tárcavezető szerint egyelőre úgy tűnik, a férfi alkalmazása illegálisan történt. Hát nyilván aha, illegálisan aha, történt. Komoly következtetés. Ha illegálisan történt, akkor tudták, hogy nem doki? Tehát akkor ők felvették, hogy mi vagy parkoló? Nem mondd el senkinek, és gyere, mint te. Nem feltétlenül, de lehet, hogy mondjuk a jogszabályoknak nem felelt meg. Tehát lásd például, úgy vették volna fel, hogy megkapják mondjuk attól az egyetemtől, vagy megkapták volna attól az előző munkahelytől az igazolásokat, hogy igenis dolgozott náluk, igenis rendelkezik ezzel a képesítéssel, és őket eltekintettek. Tehát lehet ettől is illegális. Igen, meg azt mondja, Mateo, akkor született tehetség, tehát vegyél fel rendesen állományba, írj egy hallgatót, tehát a tanulás nélkül műtött sikeresen, megcsinált két ajakfeltöltést és egy orrkisebbítést, akkor Mateo igen. Egyébként zseni. Te fel kell venni, igen, nem? Igen, Szabónak. Ne, ha megcsinálja rendesen. Igen. Gyerekek, Románia, ne csodálkozunk. Oké, Románia, rendben van, értem, persze. De hát ez a magánegészségügy, hát azért azt gondolnád, hogy ott már legalább egy diploma felmutatása azért az a minimum. Nem? Megnézel három Dr. House-tonnal, kiszeded a szakszavakat, érted, benyomod. Igen. Egyébként amilyen munkaerőhiány van, jobb, ha megszokjuk, hogy a parkolóőr műt. Uh-huh. Írja egy hallgató, és tök igaza van. Józsi délután még megbírságolt, de este már felét hajlik, vagy felét magasodik, azt mondja, üdvözlöm. És kikerekedik a szemed. Szóval, hogy tetszed rá, teszi rá a maszkot. Maga volt a parkoló. Maga az, Józsi. És belealszol, és imádkozol. És a Józsi látod, hogy nagyon élezi a szikét, érted. Hát lassan, hát nem itt tartunk. Magyarországon is iszonyat munkaerőhiány van. De nálunk már az is előrelépés, hogy nem halsz bele. Igen, ez ám a fekete vágás, így a Robika. Ez a klasszikus fekete vágás, igen. A lakotársam orvos megmutatta, hogy mosakszanak be, akkor nyert ügyen van. Meg a Grace klinika és a vészhelyzet minden részét is láttam. Egyébként... Akkor kezdheted. Nagyjából megvagy. Most egyébként a bemosakodást tökéletesen meg tudnám csinálni. Azt tényleg láttad. Sokat nyom, egyik kezét, ujjai között, egészen ugye alkarig, igen, könyök, tehát tök máshogy mosnak kezet, nagyon szárít, és utána feltartja a kezét, és várja a kesztyűt, ő már ott nem nyúl semmihez. Így van. Úgy mennék hát a bemosakodás teszten. Te alaposságban felülmúlnál mindenkit, te köldökig megmosakodnál. De nem, de ugye előtted van a mozdulat. Előtted van a mozdulat, hogy ugye kézét nyomja, egészen könyökig, másik, kézfej, lecsöpögtet, már nem nyúl semmihez, kicsi törlő, és utána feltartja a kezét, és bemegyek, hogy kesztyűt. Igen. És azt mondják, hogy jó, wow, micsoda energia, micsoda kisugárzás. Hegyet vakarsz, fületpiszkát, szorra túlsz, és már persze, megeszem a fikámat, megvakarom a seggem, és azt mondom, ki ez a nő, aki itt fekszik? Melimplantátum, kesztyű. Így van, és leőrzed, nézd már egy 20-as valaki. Igen. Úristen, na, gyerekek, csak egy rövid kitekintés, hogy azért ott sem megy minden könnyen. Jobbulást kívánunk a betegeknek. És túlélést. Igen. És kellemes túlélést, igen. Kétszer születtek. Ej, az biztos. Na jövünk mindjárt 8:30 módosan. A Rádió Egyen Balázsék. 3:49 lesz, pontosan 2 perc. Ma két baleset történt a Mendét Ócsával összekötő úton. Alsópakonynál két személyautó karambolozott, illetve Üllő és Gyömrő között három autó ütközött össze. Köszönjük szépen. És ugyanígy van egy kettős baleset, illetve egymástól nem messzire két baleset az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél. Úgyhogy tök jó, mert az egyik oldalon belső sávot, a másik oldalon külső sávot zárták le. De vajon mit csinál most Jean-Claude Van Damme, magyar változata? Max. Max van den Dom. Max van den Dom. Úristen, de jó. Ezt nem bírom megszokni. Max van den Dom. Nem is van, hanem van den Dom. Max van den Dom, igen. Van den Dom. Tehát ő Max van den Dom, ugye, ez fantasztikus. Azt írják egyébként még a dokiról, hogy egy másik hírportál azt írja, hogy úgy bukott le, hogy nem emelte fel a kezét, amikor bement a műtőbe, és nem tudta felhúzni a kesztyűt a hülye. Egy asszisztensnek tűnt fel, és jelezte a vezetőséget, Luigi Vincenzo Politi, akinek ellopta a személyiségét. Tehát nem is a csávó azt, hanem fölkészült, profi volt, mert hogy egy lopott személyvel
valakit le is járatott rá. Valaki le is járatott. Luigi Vincenzo, Matteo Politti, nem ő volt Matteo. Nem igen. Ő volt Matteo Politti. Ugye arról a román parkolóőrről beszélgettük, és próbáltuk tényleg egészen aprólékosan modellezni a helyzetet, hogy az Istenben van az, hogy valaki parkolóőr, és a román magánegészségügyben egyszer csak odaengedik egy műtőbe, majd több sikeres műtétet hajt végre, mire lebukik, hogy ő neki se papírja, de se valódi megvan. Képesítése. Hát meg, Matteo valódi orvos volt, papírral együtt. Olvastam a publikációját. Ezt nem tudjuk, lehet, hogy ő hát ellopta az iratait. Egy köztiszteletben álló plasztikai sebész volt, nemzetközi hírű, érte, publikált a szaklapokban. Így vagy úgy ment be a műtétbe, az onnantól kezdve az egy fekete lyuk, szóval az tényleg megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan, hogy jutott túl több sikeres műtéten. Hát most azért bármelyikünket, ahogy megbeszéltük, ugye állítanák oda, azért nem. Nem biztos, hogy meg tudnánk ugrani. Szóval hát gyerekek, ilyen hírek vannak. Azért hát, ez érdekes. Én sem mehetnék egy Nox reunionba. Érted? Tomi helyett. Hát azért furcsán néznénk a táncolásnál. Kicsit, picit, mint hogy felejtett volna, kicsit darabosabb. Na jó, sokkal iganyabb volt. Ott egy ilyen bunkosbottal táncolsz, ütöd a padlót, meg csürdöngős, abban nem halok bele. Szóval ebbe az a kemény. Farkasbőrökbe burkolózva. Farkasbőrökbe, ez egy két fáradt farkaskutyával, amit egyébként farkasnak álcázunk, ott a háttérben ott valaki ott vonaglik, énekel, te meg táncolsz. Úgyis mindenki, nem engem. Én az arénában ülök valahol hátsó szektorban. Maximum kicsit azt mondanád, hogy hát ez a 15 ezer, ez ezért azért sok volt. Lépő. Fel se tűnik, hogy nem a Noxos Tomi van a színpadon. Éve, tehát... Tomi is, hogy megöregedett már, nem? Nem megy már neki olyan régen. Nem nagyon találja a ritmust a srác. Igen, sok műtétre szokták mondani, hogy a portás is meg tudja csinálni, szó szerint vettem. Na. Hallgatta, aztán szó szerint vettem. Valami egészen más. Na. Tegnap láttam egy nagyon vicces videót, így két mondatban már Ferélek is beszélte róla, nagyon tetszett. Ugye áprilisban jön az utolsó évad a Trónok arcából, úgyhogy megszaporodtak a mindenféle ehhez kapcsolódó videók az interneten, és most láttam egy olyat, aminek a főszereplője Hafþór Björnsson, ugye a hegy, egy hatalmas, nagy darab, egy izlandi erőművészről, de pontosabban egy olyan emberről van szó, aki folyamatosan strongman versenyekén indul, és rettenetes erejű fickóról van szó, és hatalmas, nagy darab. És kitalálta neki egy áruházlánc, hogy mivel olyan sok kismamát lehet látni a nyakában a gyermekével, kis hordozkával, hogy mi lenne, hogyha ő is, mondjuk a méreteihez hasonló kis hordozkát kapna, és ő nem gyerekeket vinne ide-oda, hanem felnőtt férfiakat, nőket és nagymamákat. De mint promóció, mint a sorozat promója? Nem, igazából nem, ez csak meglovagolták ugye az ő népszerűségét, tehát imádja mindenki a fickót, és egyébként egy nagyon kedves emberkéről van szó, szóval amellett, hogy irgalmatlan nagy darab és hihetetlen erős. Csináltattak neki egy olyan hordozkát, egy ilyen kis mellhordozkát, amiben egy felnőtt férfi belefér. És Hafþór házhoz megy, beülteti szépen. Várjában pelenkázás van előtte? Nincs, az hál' Istennek nincs. És utána pedig oda viszi, gyakorlatilag egy ilyen élő taxiként az embereket, ahova akarják. És ennek megfelelően azt látod, hogy mit tudom én, állok egy zebránál, áll Hafþór, a mellén ott van egy körülbelül 40 év körüli épp egészséges, teljesen normál méretű férfi, aki éppen csetelget vagy SMS-ezget a telefonja, és közben mellettük áll egy kismama a nyakában. De mi a brand, vagy mi a márka, hogy miért csináljátok? Bevásárlás, valószínűleg egy áruházlánc. Jó, hogy egy áruházlánc. Igen, tehát értem, hogy úgy mész bevásárolni, hogy valaki van veled a gyereked jó esetben. De és mint egy anyuka, akkor... egy anyuka, aki ugye gyerekével megy bevásárolni, Hafþórnál is mindig van két darab szatyor, és így mennek el, de van olyan rész is, amikor például egy tónak a pártján áldogálnak a nyakában egy nagymamával. Édesem, és hagyjuk a tetetnek. De beteg. De rettenetesen jó. Ez a csávó még nem volt a Trónok arcában, ő lesz? Ő a hegyet játsza benne. Egy ilyen nagy... Igen, Sir Kligent. Igen, akiből ugye a hetedik évadnak a végére gyakorlatilag egy Cerseinek a testőre lesz, egy újra felélesztik, miután egy párbajban meghal, és gyakorlatilag egy ilyen zombi lovag lesz belőle. Az jónak tűnik. Nem emlékszem erre a karakterre, vagy nekem ez nincs meg még. De lehet, hogy nem jutottam el az utolsó évad végéig, talán azért. Abba van? Igen. Szelengedtem, az utolsó évad nekem már nincs meg. Sándor Kligénnek a testvére, a kutyának. Hát okay. Most beviszel az erdőbe. Jó. A vérebnek, igen. Sándor Kligén. Igen. Na minden esetre, hát április 15-e, hát ezt mindenki tudja. Április 15-e, akit szeretnék egyébként. Megnézem az utolsó évadot. Érdemes lenne mindenképpen. Még van idő, mert úgyis megvárok pár részt, tehát nem úgy fogom nézni, hogy mint az HBO adja, hanem pár rész lemegy. Az hetibe adják talán, nem? Figyelj. Vagy napiba leadják? Nem, szerintem ez heti lesz. Tehát azt megvárunk abból pár részt, és akkor...
6 rész lesz csak belőle, viszont az egy-egy résznek az időtartama az bőven 60 perc fölött lesz. Azt mondják, hogy gyakorlatilag kis játékfilmek lesznek. Tehát olyan, mint hogyha ha egy-egy Trónokharca mozifilmet néznél meg. Rövidebbek lesznek, tehát kevesebb epizód lesz, viszont hosszabbak lesznek maguk az epizódok. Volt olyan csatajelenet, amit 55 napon keresztül forgattak, és nem azért, mert annyira bénák voltak. Annyira grandiózus lesz az egész, hogy azt mondják, hogy, tehát, hogy ebbe mindent beletolnak. Hát nagyon durván bejött az HBO-nak egyébként, szóval iszonyat. Nem HBO, HBO. HBO, bocsánat. Azért beszélj rendesen, légy szíves, a ma reggel után. Bejött ez a HBO-nak egyébként, íratlan pénzt fordítanak rá, de hát óriás. Még a könyvhöz már nem sok köze van, nem, tehát már nincs, beleírnak nincs. Egy csomó mindent, ez már nincs a könyvben. De még két könyve jön a csávó, azt hiszem. Tehát még készül neki, még kettőt meg kéne írnia. Abból az egyszerűen kifolyólag, hogy ugye a film lehagyták, ugye. Most már abból fog írni, a forgatókönyvből írja meg a könyvet? Na, ez jó kérdés. Hát ő most már lassan készül az előzmény sorozatra, szerintem. Mert hogy ugye ez befejeződik, de lesz belőle előzmény sorozat is. Amiben már sajnos ezek a színészek nyilván nem fognak szerepelni. Mert sokkal korábban. Nem is tudom ezt egyébként, hogy fogta föl a Rowling is, meg ez a csávó is, hogy írsz valamit, és hogy bemész egy benzinkútra, és Harry Potteres pesztcukorkák, meg mit tudom én, mi jön vele szembe. Hagyján, tehát, hogy... Nem az, hogy fogtad fel, hogy mi van a bankszámlára. Tehát a csaj az úgy írta, J.K. Rowling az úgy írta Harry Potter 1-et, hogy konkrétan 3 fontja volt talán. Éheztek, fáztak, hideg szobában. Egyedül a gyerekét nevelte, igen. Egyedülálló anyukaként tanítónő volt. Igen. És délután ilyen... hazament, és két kaja meg egy mateklecke között megírta Harry Pottert, és egy olyan birodalmat hozott ezzel létre, hogy az oké, hogy a könyveladás rendben van. Az oké, hogy a film rendben van, de ami merchandising ebben benne van, a köpenyektől kezdve az Alibabából rendelhető, én nem tudom, kardokon és varázspálcákon keresztül, és... Vastrónokon. Felfoghatatlan. A lóvé, jó, az Alibabásban nem vagyok biztos, de egyébként mindenből jön a lóvé. Mindenből. Bármi van. Most képzeld, most a békeik kimentek Londonba, és mennek Harry Potter élményparkban. Harry Potter, és ebből mind kap a Rowling, ugye ez mind nagyon komoly. Szerintem, és ugye le tudsz úgy szerződni, hogy a bevételből, az építésből, hogy használhatnak mindent, a jegyenladásból, tehát onnantól kezdve az utolsó utáni kivéve. Senki Kínában nem, készül, nem tudom, hogy fixet, senki. De hogy effektíve a csaja az olyan szinten milliárdos lett ebből, és nem tehát megérdemelt jó, iszonyat fantáziavilág, brutális. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire utálják ők ezt az egészet, meg mire ennek az egésznek a végére érnek. Tehát a Rowling azóta írt egy csomó jó könyvet. Felnőtteknek szóló könyvet, olvastam néhányat, egyébként kiváló író. És nem tud kilépni belőle. De hogy valójában azt hiszem, hogy ő nem is fog tudni ettől megszabadulni, és ő azt mondta, hogy meggyűlölte a végére Harry Pottert, és olyan jó érzés volt. Spoiler eszete, Harry nem ezt spoiler eszetek, nem? Hát, ezt már nyugodtan szerintem már. Han Solo is meghal. Nem, most nem mondott komolyan. Igen. És Luke Skywalker apja Darth Vader. Soha többet nem nézek Star Trek-et. Rossz Star Trek. Mindig is utáltam a Star Trek-et, nem érdekelt Han Solo. Szóval, hogy ő megutálta Harry Pottert a végére. És azt mondta, hogy neki egyébként jó érzés volt megölni. Azt a kis nyomvat varázsló fiút, mert a végére gyűlölte. De hogy az Istenben, hogy meggyűlölöd azt a karaktert, igen. Aki egyébként te tetted magad milliárdossá, de közben szerintem egy kicsit ebbe belebolondul. Hát, nem? Figyelj, hogy bemész, szól. Bemész, te vagy J.K. Rowling, bemész a London vagy benzinkontra, és hat Harry Potteres varázspálcát néz rá. És azt mondod, hogy ne kövessenek! És mindenki azzal lép oda hozzád, hogy mi lesz a következő igen. Részben, mi történt vele, hogy alakul. És te bosszankodod, ülsz a business class-on. És éppen repülsz valahova, igen, vagy first class. Lesz pláne a pubban, érted? Igen, szóval a gyerekek elképesztő lehet. És ugyanez ugye a George trónok, Martin. A Trónokharca írójának, hogy így felfoghatatlan, amit ők így létrehoznak. Na, és egyébként még ennek a sorozatnak, tehát mondjuk a Walking Deadhez képest például töredék a nézettsége még mindig a Trónokharcának. Tehát, hogy az a durva benne, hogy mondjuk egy Walking Dead mit tudott hozni. Pedig mennyivel eredetibb a Trónokharca. Persze. Tehát az, hogy zombik jönnek a városba, hát ilyet sokat láttunk. Az a Trónokharca világ, amit ő az a megint létrehozott, az fantasztikus. Ja, és a zombik még egy fél mondat, valaki végre fordítsa már a Kingdomot, mert meg szeretném nézni. Köszönöm. A koreai zombi szamurájos sorozatot, légy szíves. Bruzsi, vagy valaki, csinálja már valamit, jó? Jövő mindjárt 7 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Balázsék a Rádió 1-en. 9 óra után, 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk gyerekek, és gyönyörű idő van.
van. Na, na most ez csodálatos. Végre, akkor ez a fényes csillag az égen még nem tűnt el. Ez mindenképpen bíztató, hogy... Nevezd úgy, hogy nap. Jó, ez és ez most bele kellett volna kezdened egy népdalba. Igen. Fényes csillag nem tűnt el az égről. Tegnap Pintérbélem voltam, úgyhogy tudnék neked. Ó, na. Már megint? Igen. Hány igen, darabja igen. Van? Ő egy ilyen nagyon termékeny csáv? Az volt valamikor. Igen. És az is lesz, hogyha hagyják. Ha megmarad a színházunk, Pintér Béla társulat. Egy régebbi, illetve a legújabb darabjukat láttam, csak meg elvittem a barátaimat. Aha. Mert ezt Vikivel már megnéztük, csak tegnap a srácoknak megmutattam, hogy kulturálódjanak, mert még mindig kézzel leszik a rizibizit a baráti társaságban, és akkor gondoltam, hogy a srácok... Jó, de ők kettő szórakoztató. Meg kis kaját kint hagyjuk, telefonokat lehakítjuk, tudom, hogy fura lesz. Vegyétek le, mert ahhoz túl hosszú. Egy óráig nem viberözünk. Nem skipézünk, mert skipézünk, meg viberözünk, hanem előre nézünk, igen, és nem eszünk kukoricát, és nem kérünk nachoszt a büfébe, mert nincs. Vették az akadályt. Vették. Nem, látod? Magadhoz emelted őket, mi? Egészen kulturáltan szórakoztak, a jubileum beszélgetéseket láttuk. Na. Hát csak ajánlani tudom, gyerekek, tiszta szívből, hogy szeretitek az igazán beteg darabokat, és azokat, amik tehát a nagyon beteg darabokra nyitottak. Szerezj jegyet. Elvinnyelek titeket? Ne legyél már ilyen tarháló. Én szerzek neked. Én szerzek. Tifa Ungárna. A Kaiser Stefa Ungár? Igen, nem tudtam rá jegyet venni. Meg akartam nézni, mert azt dicsérik a legtöbben, aztán... Ez betegebb. Aha. Én nagyon szeretem a Kaiser Stefa Ungár. Nagyon jó az is. De ha mondjuk egy... Várj, az a baj, hogy ha ezt mutatom meg nektek először... Akkor többi már nem lesz élmény. Ez most az egyik legbetegebb, ami van. De miért ne élveznétek? Én erre szerzek egyet. És elviszlek titeket. Lesz egy közös színház, jó? Igen, de ezt most nem megígérem, ezt színen ezzel érdemes kezdeni. Hát ez mindenki, legalábbis amit olvastam róla az alapján, ez egy kicsit ilyen összegzése az elmúlt éveknek, daraboknak, stb. Tehát, hogy így... Nem valamelyik klasszikusával kéne kezdeni? Kezdhetünk mással is, nagyon szívesen. Van vonal, hál' Isten, az kénéhez. Tehát tudunk úgy egyet szerezni, hogy ügyesbe. Már hogy kifizetjük, uh-huh. Meg de a drágábbat veszük, csak... Korlátozott rálátásról a színpadra? Igen. Háttal. Pócik, ez zsinórpadlás. Jó, figyelj, hát van ötlet. A srácoknak tegnap nagyon tetszett, tehát hangosan röhögve. Amikor megbögted őket. Igen, amikor megbögted most, őket, és ne horkolj, te hülye, ne horkolj már. Ez most jó lesz, na! Nem, tényleg nagyon jó. Hát a Feri már látott egyet, de az még nem egy klasszikus, nem egy igazi, nem egy olyan klasszikus Pintér Béla. A bajnok is Pintér Béla, de az nem az a jellegzetes Pintér Bélás vonásokkal megáldott darab. Pintér Béla, jó. Milyen lehet a többi? De hol úgy érezted, felvettél? De vannak klasszikusabb. Amikor a többiek, ja, velük. Pintér Bélásabb darabok. Aha, még nagyon jó. Úgyhogy majd akkor megszer. Vagy a Kaiser Stefa Ungárra, vagy erre. Kezdjétek valami keménnyel. Jó. Jó? Oké. Okay. Rád, de fölülünk a te hullámba. Üljetek föl. Jó, bízátok rá magatokat. Fölkapaszkodunk, ott állunk ketten, a kis kantáros nadrágunkban Janival, és akkor mi fölülünk, azt apu hadd szóljon. És ezt mondjuk. Előtte iszunk. Máj, kezd érdekelni. Jó, tehát előtte iszunk, mert hogy van a fészek, de ez kell. A fészek klub mellett van egy kiváló hely, a fészekből át tud menni, ahol kubai zene szól, kubai muzsikusokkal, kubai ételekkel, ott találkozunk 6 órakor, kontya le, 2-t beverünk. És 9-től 10-től megint folytatjuk. És tudjuk, hogy a Ferizik minden tetszik neki. Így is van. Igen, hát ez jó. 10-ig tart a darab, 3 órás. Dehogy is nem. Egyrészt a Pintér Béla dalobokon sosint szünet, 2, ez a egyik legrövidebb. Tehát ez a jubileumi beszélgetések, ez egy 1 óra 10 perc, max. 1 óra 15. Ez egy nagyon flott történet. De rettenetesen beteg. És ez jó. A beteget a szó jó értelművel, de közben nagyon sok üzenete van azért, amin érdemes elgondolkodni. Milyen időnk lesz, Ferenc? Ilyen, napsütéses 8-9 hétvégén, meg már 16! Köszönjük szépen! Jöven. 16! Az időjárás jelentés támogatója a Dompepe Fry Chicken rántott csirke melcsíkok. Dompepe, több mint pizza. Köszi, rántott melcsíkok. Hol olvasol te 16-ot? Én szombat 6 fokot látok. Hát nem tudom, én nekem itt van vasárnap 6-tól 16-ig. Ja, 6-tól 16-ig. De ez nem az, hogy reggel 6-tól este 16-ig nézed? Nem a 6-tól 16-ig? Igen, reggel 6-tól 16-ig mínusz 5 fok. 6-tól 16-ig mínusz 5 fok, igen, csak 6-tól 16-ig. Jó, a vasárnap már adom, hogy az ilyen 11. Gyerekek, az már ilyen kora tavasz. Gyönyörű. Hát végül is Valentin.
Lassan, jövő héten. Hát azért a február még egy téli hónap, figyelmeztetlek. Erősen, de én most már azért nagyon bizakodó vagyok. Ha már Valentin, ugye jövő héten indul a Valentin játékunk. Uh-huh. Gyerekek, valentin@radio1.hu. Ez lehet az e-mail jelentkezni. Lehet jelentkezni pasiknak, lányoknak. Hétfőn jön Mr. Valentin, és megismerjük Miss Hétfőt. Aki hallgat bennünket évek óta, tudja, hogy miről szól a játék. Aki új hallgató, gyorsan mondjuk, egy vakrandi, be lehet nevezni, meg lehet találni a nagyőt akár, egy fiút választunk majd, aki öt csajjal versenyez, és a lányok próbálják meggyőzni, hogy őket vigyel vakrandira. Aki részt vesz egy ilyen kalandban, aki kalandvágyból elkövetne egy ilyet, szerintem ez egy tök jó lehetőség, és eltölteni egy hétvégét egy ismeretlen palival, aki bejön neki, vagy éppen pont nem, mert olyan is volt már, akkor is luxusautóval mennek, wellness hétvégét adunk neki, 250 000 forint KP-t, gyémántgyűrű, bizsú, arany, bármi, csak jól hangozzon, nem tudom, milyen gyűrűt adunk. Platina, fehér brill, arany. Brill. Gyűrű, aranybor. Brill gyűrű. Borbár és vacsora, gyerekek. És wellness, jacuzzi, sauna, kristálygőz, tengeri gőz, meleggőz, közepes gőz, infraszauna, bioszauna, finszauna, kilszauna, és minden lesz. Merülő medence, emelkedő medence. Amit csak el tudunk képzelni. Bármit, amit akartok, megkapjátok. Extrás, tehát gyerekek, de ez egy jó hétvége. Jó hétvége. Úgyhogy jelentkezzetek, ha kalandvágyból elkövetetten szeretnétek itt velünk játszani. Jó? Szingli lennék, és fiatal tökre jelentkeznék egy játékra. De hát sajnos már egyik sem. Nyilván. Elment minden. Nyilván engem választanának azonnal. Mert én választok. Mert én választok, ugye? És öt csaj. De ki lenne a másik négy? Miss. Én remélem beférek a Miss péntekre. Nagyon féltek emlők a Miss kedre. De Miss péntekre azért csak odaférnék. És engem választanak. Igen, Mr. Valentin. Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. Én szeretem ezt a játékot. Tök jó, igazán volt tényleg. És hány felháborodott hangvételű SMS jön majd már hétfőn? Nem gondoljátok, hogy ez megalázó egy nő számára? Nem gondoljátok, hogy egy pasinak kéne egy nőért versenyezni? Egyébként nem. Dögunalmas lenne. Öt kaphangú csávó, mély baritonnal búgna, és egyszer Aranka ott. Nem tudom, hogy Robit válasszam, vagy Zsoltit. Annyira unnám. Annyira nagyon unnám. De tényleg, borzasztóan unalmasnak tartanám. Sokkal jobb ez így. Így megy évek óta. Mit változtat? Ráadásul gendersemlegesek vagyunk, tehát. Igen. Sok minden belefér ebbe. Ha értitek, mire gondolok. Már ha értitek, oldalra. Mire gondolok. Hetero vagy? Itt a helyed. Nem vagy az? Akkor is. Ez a műsor gendersemleges, ez a műsor nagyon toleráns, ez a műsor nagyon piszi. Mindenre nyitottak vagyunk, gyerekek. Tehát, hogy? Igen. Transznemű vagy? Gyere, barátunk. Barátnőnk. Nem? Szóval jöjjön mindenki. Próbálkozzatok. Lehet. Így van. Csak akkor a nyereményeket kéne átalakítani majd ott. Mit tudom én, ott a kapásos kamiont a Pride-ra, vagy valami. Jaj, de Bayer Zsolt is felfogás, ez a kamion a Pride-on, már nem, már nem mondtam azt, hogy az rossz. Nem azt mondom, csak már nem. Tehát azért a verekedés? Nem. Hogy forgassuk ki a szabályt? Hogy nyomjalak bele egy olyan szerepbe? Megteszem, kommunikációs zseni vagyok. Pillanatokat beszorítalak egy olyan sarokba, vagy te nem akartál bemenni, és nem is gondoltad, hogy ott leszel nem sokára. Így van, kirekesztő neonáci gondolatokat fogalmazott meg. Értem ezt a masszív homofóbiát. Kopaszként akar beépülni a Pride-ba. Értem ezt a masszív homofóbiát, János, és érzem is. Tulajdonképpen letagadhatatlan. Magas labdát adott a rádió egy alacsony műsorvezető. Igen, kopasz neonáciként szinte a melegeket a homofób vadon, János. Még B-kategóriás jogosítványa sincs, de már kamionra vágyik. Igen, de már kamionra vágyik. Oda terelni az összes meleget. Igen, a született potya utas. Lehetne ebből gyönyörűt írni egyébként, igen. Na, gyerekek, egy érdekes hírrel megyünk tovább, ami talán nem is annyira vidám, de egy 9 óra után még belefér, hogy félig meddig komolykodjunk. Elképesztő cikket olvastunk arról, hogy mi vár ránk és azokra, akik áprilisban indulnak majd el, és veszik azt a nagyon, hát hogy is mondjam, bátor gondolatot, hogy repüljenek. Ugye azt már tudjuk, hogy a fapadosoknak köszönhetően évek óta tulajdonképpen a BKV tömegközlekedés szintjére silányult a repülés. Nagyjából ez a modern tömegközlekedés, ez a repülés. Hát ez Mani néninek még nagy szám talán. Hát, hogy a BKV zárkózott. Józsi bácsiak, hogy BKV zárkózott, de igazából emberek milliói közlekednek fapadossal Európában 100-200-300 millió ember évente. A modern BKV.
Ez lett. És megjelent egy tök érdekes cikk, ami arról szól, hogy állítok, óriási káosz várható a reptereken, nem, mintha eddig nem lett volna, áprilisban fog beütni a krank, nem bírják a légitársaságok a tempót, nő az ágazat, nincs elég pilóta, kiszolgáló személyzetre és lasszóval kell fogni az embereket. Mégis azonban azt csinálják majd a repülőjáratok, mindjárt hívjuk a mi drága Pető Gyurinkat, hogy valószínűleg bevállalják a késéseket, de elindítják a járatot. Csak a Lufthansa csoport augusztus végéig 18 ezer járatot törölt. Nem tudták elindítani, vagy nem volt kiszolgáló személyzet, hozzá. Vagy nem volt pilóta, vagy felvették, de nem volt, aki beüljön, és nem volt, aki vezessen. És azt mondják, hogy egyre nagyobb káoszra kell számítani. Hmm. 4200 pilótából 500-nak kellett 4 hét szabadságra mennie 2017 utolsó hónapjaiban. 2019-en nem fogják győzni a szabadságokat, nincs elég pilóta, kiszolgáló személyzet. Anarchia lesz a reptereken. Mondják ezt reptéri dolgozók és légitársaságok egyébként. De azt mondjátok meg nekem, hogy minden idők legforgalmasabb évét zártuk a utasforgalomban, például a Ferihegyen, a Liszt Ferenc repülőtéren, és mindenhol, érted? Tehát nagyon sok utas van, egyre több utas van, az nem azt jelenti, hogy egyre több pénz jön be a kasszába, és akkor normálisan meg tudsz fizetni az egyre több pénzből egyre több alkalmazottat? Hát elviekben igen. De akkor most mi hát van? Hát kérdés, hogy a profitból te abból mennyit fordítasz? Hát... Inkább repülőt veszel, inkább azt az állományt bővíted. Hát kérdés, hogy mit forgatnak vissza. Nem tudom, 2018-ban megduplázódott a késés számla, jelenlegi trend maradt, 2040-ig meghétszereződnek a két órás csúszások száma. Tehát meghétszereződik. És azért az nem mindegy a reptéren, hogy még vársz-e két hát órát, vagy se. Picit sem. És most ez a munkaerőhiány, ezen oktatható be, hogy az emberek nem akarnak pilótának menni? Nem feltétlenül, nem bír annyi, nem nincs annyi pilóta, szerintem, nem nyert Gyuri elmondja, egyszerűen mennek az emberek, meg emelkedik a fizetésük, nincs annyi ember, amennyi felszippan most, csak a kínai tömegközlekedés, vagy a légi közlekedés megnézzük, tehát van 6000 hely, és van 3000 pilóta, ami évente hát kijön a suliból. Igen. Megy, de hogy nem tudnak annyit előállítani, amennyi felszínnak. Nagyon jól fizetett állásról van szó, vagy hivatásról. Kukit be kell áldozzuk, gyerekek, vége a rádiós karrierjének. De kár. Na itt van velünk Pető Gyuri, jó reggel Gyuri, hello, ciao. Jó reggel. Tehát figyelj, azért ezek derbesztő adatok, bár most is az ember már gyomorszorítva megy ki a reptére, hogy vajon mi várja, de ez nem hangzik túl jól, ez az előrejelzés. Mindenhez Gyurival, remélem nem lesz semmi gond. Igen. Olvastad, te is olvastad nyilván. Olvastam, igen, hát itt azért több dolog van, és ez a több dolog végül is aztán összeáll, és egy nagy problémát okoz. Ugye egyrészt az van, hogy elmaradt a pilótaképzés az elmúlt években. Ugye egy pilótát kiképezni azért az nem úgy van, hogy elkezdik képezni, és pár hónap múlva már vezeti a repülőt, tehát ez egy több éves folyamat. Tehát, hogy itt hosszú távú tervezés kellett volna, hogy legyen, ez azt gondolom, hogy részben egy picit elmaradhatott. És aztán van ugye a másik rész, hogy mindenki nagyon profitorientált, és ezért aztán például mondjuk ezek a fapados cégek ilyen 20 percet terveznek egy-egy repülő megfordítására. Tehát mondjuk leszáll a repülő Ferihegyre, és elviekben 20 perc múlva már teljesíti is a következő járatot. Arról beszéltünk, igen, hogy kevés az idő, amit adnak maguknak. Hát, igen. Nem lehet. És aztán ezt szeretne hazakavarni valami európai városból Budapestre, akkor ott már összeszed ilyen 2-3, akár 4 óra késést is egy repülő. És persze ugye, ahogy növekszik az utasforgalom, több repülő lesz, de a légtér az nem lesz nagyobb. Tehát nyilvánvalóan a légtér nem tud egy idő után több repülőt elviselni, ezért aztán úgynevezett ilyen résidőket osztanak ki, egy komputerrendszer megmondja, hogy melyik repülő mikor szállhat föl, és ez okozza aztán a késéseket a felszállásnál, mert mondjuk adott repülő mondjuk megy Londonba, és azt mondják, hogy ez most nem tudsz felszállni, egy óra múlva tudsz csak felszállni, mert akkor férsz be a táncrendbe. Szóval azért ez egy bonyolult dolog. Igen, és azt olvasom, hogy közben a szabadságkiadást is szigorították, tehát nem tudnak sakkozni vele, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás szerint kiszigorították a szabadságkiadást, tehát brutális, komoly gondja volt már például Ryanair-nek 2017-ben, de hogy most még több pilótának kell majd kiadni a kötelező szabadságot, akik mondjuk fapadosan repülnek, és ez is emiatt is lesz nagy káosz. Igen, de a szabadságolásnál egyébként van még egy nagyobb probléma, az a repült óra. Tehát ugye a repült órák azok nagyon szigorúan vannak szabályozva. Egy-egy pilótának iszonyatosan, hogy ugyan percre pontosan meg van határozva, hogy havonta mennyit repülhet egy héten belül, és nyilván mennyit repülhet egy éven belül. És hogyha mondjuk egy pilótának pont úgy jön ki, hogy kirepülik vele a lehetséges óraszámot mondjuk novemberre, akkor az a pilóta már onnantól kezdve nem tud repülni, vagy nem azt, hogy nem tud, nem repülhet. Tehát nagyon, nagyon sok dolog tud ám összejönni. Mert annak éves kvótája van, azt hittem, hogy csak órában valamennyi pihenőidő van neki megadva, és aztán repked, amennyit akar. Nem. Hát van pihenőidő is,
és aztán van éves kóta is. Tehát, hogy ezt az éves kótát, ha valaki eléri, akkor onnantól kezdve abban az évben már többet nem repülhet. Ez mondjuk elég magas, tehát ilyen 900 óra körül van, de hát, és egy hónapban sem lehet 90 óránál többet repülni, de azért egy nyári menetrendben, amikor ilyen feszített repülés van, azért elég gyorsan összejön az a 90 óra egy pilótának. Az érdekes volt, amit mondtál, hogy ilyen lukakat kell keresni, amiben repülnek, tehát hogy annyi repülő van az égen. Ezekben a régi folyosókban nem lehet egy kilométerrel arrébb nyitni még egyet? Az a helyzet, hogy nincs olyan, hogy légifolyosó már. Ez egy ilyen, volt, régen léteztek ilyenek, hogy légifolyosók, ma már effektív nincs légifolyosó, ma már keresztül kasul mennek a repülők, ugye ezt nagyon kedvelik az ilyen összeesküvés elméletgyártók, akik a chemtrailekben hisznek, azok állam nézik az eget, és látják a sok-sok szinkot. Köztük ilyen sorsem volt. Én már erre nem emlékszem. Nem értem. Igazi hülyeség, persze. Össze-vissza mennek a repülőgépek, tehát maximálisan ki van a légtér használva egyébként. Itt nyilván az adja a korlátozást, hogy a repülőgépek bizonyos magasságig tudnak csak repülni, tehát egy eléggé, hogy le van szabályozva az a tolig magasság, amiben ezek a polgári utasszállítógépek repülnek. Hát ez érdekes akkor. És tulajdonképpen több az utas, és elfogynak a pilóták, tehát légitársaságok felszippantják a friss pilótákat. Ez azt jelenti, hogy egyre több amatőr, vagy egyre több rosszul kiképzett, vagy egyre több felszínesen gyorsan kiképzett pilóta. Ez azt hiszem, ez a legmelegebb téma, és ebben egy kicsit félek is belemenni. Szóval például Kínában jelen pillanatban akkora dráma van, hogy 20 és 30 ezer dollárt fizetnek havonta egy pilótának. Annyit keres egy pilóta? 20-30 ezer dollár között keres egy pilóta havonta. Na most ezek után azért könnyen elgondolható, hogy mondjuk egy európai pilóta, akár egy magyar pilóta is, hogyha megvan a megfelelő típus jogosítása, úgy elhúz Kínába, mint a húzat, ott dolgozik 3 évet, és mondjuk hát elég rendesen megszedi magát. Tehát, hogy nagyon nagy a verseny a pilótákért, és Európában azért nem olyan jók a fizetések, mint mondjuk Távol-Keleten. De miért nem emelnek a légitársaságok? Hát azért van profit, gyönyörűen megy az összes fapados, hasítanak a tőzsdén, hát miért nem fordítanak erre? Hát nyilván az lesz, hogy fordítani fognak, tehát amikor elkezdenek majd tömegesen a földön ragadni a repülők, már nem lesz pilóta, akkor nyilvánvaló muszáj lesz egy kicsit beleharapni a profitba, és abból egy kompenzálni ezt az elég nagy bérkülönbséget a világ különböző részei között. De ezért 10 000 dollár, vagy 10 millió forintért az ember azért elmegy repkedni az Kínába. Hát igen. Most, hogy... Nem, hát nyilván életvitelszerűen ott kell élni, de hát azért az elképesztően magas ár. De ennek ellenére oké, magas a pénz, de megkönnyítették a rendszert is, hogy én pilóta legyek? Mert itt ugye felmerül az emberen a kérdés, hogyha nincs elég, kicsit gyorsítsuk meg a rendszer, futószalagon lökjük ki a pilótákat, úgyis már nagyrészt ilyen kis joystickkal vezetik a gépet, aztán majd lesz, ami lesz, repüljenek. Nem a rendszer van megkönnyítve, én azt mondom, hogy a rendszer nincs megkönnyítve. Ahol a probléma lehet, az, hogy nagyon hamar kiképződnek első 10-ből kapitányok. Tehát mondjuk vannak olyan légitársaságok, többek között Magyarországon is egyébként, ahol már 28 évesen valaki kapitány lesz. És akkor ezen lehet vitatkozni, hogy valaki 28 évesen tapasztalta már annyira, hogy mondjuk rábízzanak egy Airbus 320-as, 21-es, hogy döntéseket hozzon úgy, hogy 200 ember ül mögötte. Én ebben nyilván nem tudok állást foglalni, hogy egy 28 éves ezt tudja-e vagy nem. Abban lehet reménykedni, hogy minden légitársaságnak a képzési rendje az van annyira szigorú, hogy csak azt nevezik ki kapitánynak, akiről azt feltételezik, hogy megoldja. Azért itt felmerül a kérdés, hogy egy X óra számot eddig lerepültél, és szertettél egy olyan rutinra, hogyha bármi van, akkor te még mindig ott egy pilóta, mert hogy te csak másodtiszt vagy. De hirtelen gyorsabban leszel te pilóta. Ott rutin nélkül, és nincs, aki felülbíráljon, vagy az van, amit te mondasz, azért ez egy érdekes történet. Hát és ugye múltkor mondtad, hogy például az ázsiai országokban van ugye ez a nagyon fura hierarchia, ahol adott esetben egyébként a kapitány bármit mondhat, mert nem fogja felülbírálni az első tiszt. Hát igen, ezért van Ázsiában egyébként nagyon sok európai meg amerikai kapitány, pont azért, mert azért a légitársaságok felfogják azért, hogy próbálnak nagyon biztonságos légkört teremteni, és minden légitársaságnak a legnagyobb veszélyforrása egy baleset. Természetesen. Tehát hogy azért ezt mindenki próbálja megakadályozni, és ugye hoztátok a Lufthansa-t példának. Tehát például egy Lufthansa-nál akár 10-15 év, amíg egy első tízből kapitány lesz. Tehát 10-15 év. De akkor 28 éves, akkor 13 évesen volt másodpilóta? Mikor lett ő másodpilóta? Olyan ügyesen vezet a kis Jürgen, nézd meg. Látom, megfogtad a lényeget. Szóval, hogy az a lényeg ennek, hogy Magyarországon ugyanez 2 év.
Tehát Magyarországon valaki elkezd repülni, és akár 2-3 év múlva kapitány lesz. Na ugyanez egy Lufthansa-nál 10-15 év. Tehát azért ez gondolom elképzelhető a differencia. Atyaisten! Hát inkább kocsival megyek. Már többen halnak meg az utakon, tehát hogy még mindig veszélyesebb sport az autózás. Tögdösítek majd egymást, mikor jönnek fel, tudod. Ő a kapitány, ő ott, ő ne, gyerekek, szálljunk be azonnal. Azt gondolom, az ember, hogy erre van egy általános európai, vagy egy elfogadott standard, egy olyan szabvány, ami alól nem tudsz kibújni, és az ugyanúgy igaz Ázsiára, ugyanúgy igaz Európára, hogy nem lehet valaki gyorsabban pilóta. Vannak standardek természetesen, ugye van egy alsó határa a standardnek, de az nem jelenti azt, hogy az alsó határa biztosan már a helyes belépési idő pillanata. Természetesen el kell érni egy repültóra számot, de nyilván az a nagy kérdés, hogy ki mennyire tapasztalt, mondjuk ugyanaz az ember, aki 1500 órát lerepült, lehet, hogy zseniális, és van egy másik, aki kicsit gyengébb képességű. Ez azt hiszem autóvezetésnél is ugyanígy van, vannak nagyon jó autóvezetők, meg kevésbé jó autóvezetők, tehát azért ez azt hiszem, hogy nagyon nagy a szórás ebben is. Hát igen, csak nem ülnek mögötte 250 és nincs 10.000 méter magasan, és a kapitány nem tud kérni, hogy tud valaki segíteni. Ez az autónál az ember átnyúl az anyósról, ha valami olyan van, vagy szólsz, hogy drágám, így vagy úgy, de hát azért egy repülő más. Na jó. Hát Gyuri, köszi, azért ez nem megnyugtató, ez a trend, minden esetre érdemes róla beszélni, hogy mi várható a repterekön. A jó hír az, hogy a repülőgépek egyre jobb elektronikával vannak felszerelve, és már szinte a pilótának alig kell valamit csinálni. Persze most egy kicsit azért ezt így leegyszerűsítem, de tényleg a technológia az elképesztő jó irányba fejlődik. Te is végig tinderezed az utakon. Gyerekek! Én azt mondom, a pilót is elég helyeszél van, de aki a toronyba ül, tehát most ránéztek a flight radarra, és azt megnézitek, hogy mit dob ki, hogy hány nyit van a levegőben, én annak se fér zapszem a segébe, aki toronyba ül, az legyen észnél. A pilóta az oké, de a pilóta arra megy, mert mondják neki, nézd meg azt, amit... Nézd meg, mi van a flight radaron. Figyelj, megnyitsz egy ilyen térképet, lever a víz. Súlyos. Lever a víz. Annyi gép a levegőben egyszerre. Elképesztő. Igen. Gyuri, nagyon köszi, jó utat neked bármere is mész. Köszönjük, hogy segítettél megint. Köszönjük szépen. Pedig Gyurina, köszönjük. Ciao, ciao. Elő. Egy Angolát vagy Madagaszkárt bevállalnék, ott egy gép van mindösszesen. Ugye? De most nézd meg egy Amsterdam. De nézd meg, mi van Európa felett. Nézzem, mi van Európa. Nagyon kemény. Azért egy ilyen kezdő légirányítónak se lehet egyszerű. És nyilván nincs olyan, hogy kezdő légirányító. Úgy látom, hogy lennék légirányító Maliban. Igen, de Algéria. Algériát én is megoldanám. Niger nagyon csád. Algériát túl zsúfolt, hisz három van, ahogy látom. Csád és Nigert én is Burkina Fasót simáhoznám. Tehát Togót megoldom egyedül. Libéria. Igen, senki maga, nincs konkrétan. Maga az ígéret földje. 9:30 pontosan jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk mindjárt. 3:40 lesz, mondani, hogy rög. 3:40 lesz, 5 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, most már vagytok, bocs. Igen, szóval megjöttünk, csak itt közben mindenféle dolgokról beszélgettünk. Itt van a játékosunk is, halló, jó reggel. Sziasztok. Hello. Szia. Zsófi. Hello, Zsófi. Sziasztok. Jó reggel. Honnan hívtál minket? Perkátáról. Perkáta. Perkáta. Uh-huh. És mit csinálsz? Tanítónő vagyok, éppen most jöttem dolgozni. Bementi dolgozni? Igen. Ez akkor ezek szerint egy iskola. Igen. Hogy összeraktad? Hát nem véletlen ülök itt, érted? Tanítónő, egyből tudtam, hogy iskola. Hát azért micsoda. És valaki segít, Zsopi, vagy egyedül játszol, vagy mi a helyzet? Hát most egyedül vagyok, mert a többieknek még órája van. A gyerekeknek? És te kijöttél? Vagy igen. Igen, ügyesen, gyerekek, önálló feladat végzés. Na, gyors egy röbb dolgozat. Igen, úgy szoktam, persze mindig. És milyen, hányadikos az osztályod? Másodikosok. Ügyesek, okosak? Jaj, nyilván ne válaszol. Hát én tanítom őket. Igen, mit mondaná, hülyék, de föl tudod, milyen érdekes tanárnő. Játszott élőadásban, és elmondta, hogy milyen osztályom van, te Balázs, figyelj, képzeld, de hát ezek inkább elénk, a földek. Felháborodott szülők délutára. Szépen az összeset visszavágnám elsőbe. Na figyelj, itt szól az első kérdés, ez nagyon könnyű, mit Törökország fővárosa? Hát ez igazából tényleg nagyon egyszerűnek tűnik. Ne kapkodj. Így van. Ez a Hahotából a beugratós kérdések, első beugratós kérdése, mindenki rávágja. Azért van, hogy rávágják, hogy Isztambul. Isztambul. Milyen ókori témájú filmmel játszott együtt Brad Pitt, Orlando Bloom, Sean Bean? Ókori témájú. Trója. Így van, Trója. Na jó vagy, Zsófi. Na jó vagy. Hát így van, Brad Pitt helyett inkább Péter Utót kellett volna mondani. Péter Otolt. Az ki vagy mi? Vagy milyen otthon? Vagy mi az ki? Ez mi? Mit csinál? Ő egy nagyon híres színész, hadd csak. Ne fosom. Milyen járműről kapta a nevét az ír YouTube zenekar? Még egyszer ne haragudj, mi? Az ír YouTube zenekar milyen járműről kapta a nevét? Hát ez
kicsit talán nehezebb. Mi lehet ez a jármű? U2. Így ha U2, akkor az... Igen, erre is így klasszikus hiba szokott lenni, hogy azt mondják, nem hogy... tenger alatt járó. Ja? De elmondtam? Hát de nem az, hát nem, ezt is mondhatom, hogy nem. Igen, és nem lovas kocsi, érted? Nem a megoldást mondtam el. Nem egy autó, vagy egy autó. Ezeket elmondhatom. Nem egy lovas kocsi, nem egy villamos. Hanem mi lehetett az? Nem egy... Hát akkor mi lehet? Hát ez egy jó kérdés. Hát mit nem soroltunk még életem? Így van. Hát még nagyon sok mindent nem soroltatok. Hát témánk volt igen. Egyébként ma reggel. Ja, bocsánat, akkor még aludtam. Repülő? Hogy van. Szép volt. Kempingbicikli. Így van. Szalakült. Kempingbicikli. Kémrepülő. Jól van, Zsófi, na, átmentünk azért ezen. Van egy plusz nyereményed, figyelj, ügyes vagy, van egy plusz nyereményed, figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye egy páros mozi, egy dobókat a romantikus végjátéka, a Kölcsönlakás című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Na? Ú, nagyon jó. Van valaki, akivel el tudsz menni? Persze, barátnőmmel megyünk mindenképpen. Szereted a magyar filmeket, vagy szoktál nézni magyar filmeket? Annyira nem, de hát majd most megszeretem. Jó, hát akkor érezzétek jól magatokat, vagy ha nem, akkor adjátok oda valakinek. A lényeg, hogy megvan a két jegy. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Puszi, Zsófi. Puszi, hello. Ciao, hello. Szia. Jó van, gyerekek. Na, azt mondja, hogy árplasztikai sebészekről beszélgettünk, a román egészségügyről, ráadásul a magánegészségügyi szektorról, ami azért megdöbbentő. Egy parkolóőr, aki plasztikai sebésznek adta ki magát, olasz férfi volt egyébként, több műtétet is végrehajtott. 8 általánost végzett, és hát nem halt meg senki. Ez a jó ír. Több műtétet is elvégzett emberünk. Megpróbáltuk elképzelni, hogy hol vannak ennek a buktatói, mit csinálsz, ha bemész egy műtőbe, laikusként hol... Hogy tudsz több műtétet megcsinálni? Lemodelleztük a szituációt, hogy nagyon sok buktató van, nem értjük, hogy ez hogy történhetett meg. Magánszektorról van szó, ráadásul magánszektorról. Tehát, hogy sok pénzért műtetett magad a parkolóőrrel. Na igen, döbbenetes a hír. Erről beszélgetünk, de rosszul kiejtett márkanevek, ugye tegnap már elkezdtünk, itt szóval a Skoda, és előszeretettel mondogattam felvállalva, hogy Super B, mert hogy az gyerek, az magyarnak a Super B, ugye? Nem Suburb, a Super B, ez így mondjuk. És aztán már tegnap arról beszéltünk, hogy ma megcsináljuk ezt a témát, hogy amikor ugye nyugatról beözöllöttek a nyugati termékek, és nem tudtuk a nevét, hogy mondtuk, illetve arról is beszéltünk, hogy mostanában, a napokban mit mondunk még mindig rosszul. Mert úgy halljuk a szomszédban, a barátoktól, és hát mi is azt akarjuk mondani. Úgyhogy jönnek most a nap legjobb pillanatai. Ez történt ma reggel Balázséknál a Rádió 1-en. Megérkezett állásinterjú. Igen. Szeretném elkérni az okmányait. Hát, azzal van egy kis baj. Hol az okmány? Hát mondjuk, hogy elvégezte az orvosit. Emberünk azt mondta, hogy van kamarai engedélyem, csak az intézmény leterheltsége miatt, az amerikai John Hopkins Orvos Egyetemen végzett, de az intézmény leterheltsége miatt még nem tudták kiadni neki a papírt. Igen. Mire egy gondolkozott nyilván a felvétel, és azt mondod, elhiszem, nálunk is néha lerohad, nálunk is néha a fax. Keresem. Kedves Matteo Politti, így hívták emberünket. Matteo, Dír Matteo, a kettes műtőben várják egy mellimplantátum berakásra. Emberünk sajtott egy nagyot. Ezután jó. Várjál még azért, csak megkérdezte, hogy az hány műtétje volt, igen. Hol dolgozott. Jó, tehát oké, nincs meg a papír, azt mondja, Matteo John Hopkins, lefagyott a rendszer. A 6. utc és a 16. sugár utca sarkán egy plasztikai sebészeti. Rendben. Milyen műtéteket csinált? Fülkorrekció. Fülkorrekció? Fülkorrekció. Belegondolok, hogy mi az, amivel a legkevesebb kárt okozhatom, hogyha ha belevágok, a szó átütés való értelmében. Fülplasztika. Fülplasztikát csinált? Fülplasztika. Hogy van a beteg? Hogy? Ja. Jó, kifejezetten. Hazud, a hallása továbbra is kiváló. Kiváló. Referenciát kell adnod, van, erre mit mondanád? Így van, és most már sapkát sem kell hordani. Látta Cher 2012-es Miami-beli koncert? Látta? Na. Na. Az, megvan ugye? A szája? Na. Na. Ugye? Látta? Maga szerint igen, ki? Láttam. Na. Na. Ki csinál? Igen. Tudja, hova... És te nem mondtad, csak rávezetted. Na. Tudja, hogy hol dolgoztam? Amerika, Cher Miami, 2012. Szája megvan? Aha. Na, kitöltötte föl? Michael Jackson? Na. Megvan? Ugye, hogy megvan? Na jó, ne, az megkicsi, ez túlzás. Matteo Politi vigyé. Donatella Versace? Megvan? Ó, na, azt nem én csináltam. Oké, Matteo. Azt mondják neki, hogy rendben, Matteo, akkor tényleg a kettes műtő. Megtörtént a felvétel, átment egy tök hülye, aki felvételiztet, nem kér okmány. Ott ülsz parkolőrként. Onnan egyenesen egy-két napon téged beirányítanak egy műtőbe.
Mit csinálsz egy műtőben? Mondom neked. Azon, tehát honnan tudod, hogy mit kell csinálnod? Hát először igen? is megtudom, legalább egy nappal előtte, hogy mi a műtét. Hogy mi a műtét. Mell, száj, latinul fű. Mondják. Átfordítod, és megnézel egy oktató videót a YouTube-on. De nem mernék, hozzányúlni. Hát nem. Fekszik a beteg, hallod, hogy pitty, uh-huh. pitty, pitty. És, mi, és hat arc maszkban kérdően igen. néz rá. Igen, és várnak. Hú, és várnak. Doktor úr, alszik a beteg. Sziki! De mihez nyúlsz? Igen. Hát mihez, nem hiszem el, hogy ezt nem veszélyezze senki. Hát mihez mert nyúlsz? A többiek értenek hozzá, és hát, ha jót adnak. Ja de, akkor várj, nem nyúl semmihez. Uh-huh. Megtörténik a bemosakodás, felrakják rád a maszkot, és csak így kitartod a tenyeredet. Hogy adjon bele valami. Igen. És improvizálva mész tovább, hogy hogyad, mit ad neked bele? Szikét? Vágsz. Aha. Diszkréten rátszólnak, hogy nem a doktor úr. Kérdő rá, hogy segítsen, melyik beteg? Érted? De láttad, hogy nem úgy fogja meg a szikét. Tűt, cérdát, csipet, marsz. és a csávó egyébként állítólag egyébként több műtétet is elvégzett. Igen. Elvégzett. És egyébként úgy csúszott el, az is megvan ugye, hogy a legalapvetőbb dolgon, hogy nem mosakodott be rendesen. És illetve ezt kiszúrták, hogy rosszul mosakszik be. Írja egy hallgató, egyébként lehet, hogy tök igaza van, hogy lehet, hogy mindenki kamu volt a műtőben. Igen. És nem buktatták le egymást. Kiderült, hogy a csaj ott állt, ő érted, egy pékségben uh-huh. dolgozott. Ott állt az anesteziológus, ő egy manikűrös volt. Néztek egymással. Te is kamu vagy? Igen, te is, Én meg azt mondom, Mateo, akkor született tehetség, tehát vegyél fel rendesen állományba, írja egy hallgató. Tehát a tanulás nélkül műtött sikeresen, megcsinált két ajakfeltöltést és egy orrkisebbítés, akkor Mateo egyébként zseni. Tehát fel kell venni, igen, nem? Szabónak. Ne, hát, ha megcsinálja rendesen. Megnézel három Dr. House-t, onnan kiszedett no. a szakszavakat, érted, benyomod. Ez ám a fekete vágás, írja Robika. Ez a klasszikus fekete vágás, igen. Induljunk el egy nagyon egyszerű Nesquik kakaótól, amit úgy ejtett a Nagyi, hogy leestél a székről. Kui. Mert hogy Renault, nem mondod jól. Tehát a Renault, a meghallod, meghallja egy francia... Hála Istennek, szól akkor Renault. Jó van. Jó van, akkor jó mondtam. Ha nem mondod, hogy tehát a franciának azt mondta, hogy... Én nem tudtam megjegyezni a Peugeot nagyon sokáig. Tehát gyerekkorban valahogy tudod, annyira beigett Peugeot. És a másik francia márka, az nem Citroën volt hosszú igen, vagy Citroën. Citroën esetleg. A Renault, azt tudod mi? Az egyébként Renault. Angol, tehát Renault. Francia. Renault. Várja, hogy kell francia. Renault. Tehát azt úval mondod. A francia azt úval mondja. Azt nem mondasz. Micsubicsi fater mindig így nyomta. Micsubicsi. Hát a Micsubicsit sokáig mondták. Azt egy ország mondta sokáig, mikor az első Micsubicsik megjöttek. Micsubicsi. Micsubicsi. Például a fokrém, ugye az is egy nagy köszhely, ez a Senso Düne. Hát a Senso Dünének mondod. Mindenki... Senso Düne. Senso Düne. Senso Düne, persze. Persze, hát azt úgy mondod, hogy Senso Düne. Senso Düne, igen, igen, igen. Senki nem mondja Senso Dynam, pedig az egyébként az a jó kiejtés. Szóval, hogy egy Dóra írja nekünk, hogy apám a legnagyobb névmágus, vajon ki lehet? Max Van Den Dom. Max Van Den Dom? Max Van Den Dom. Max Van Den Dom. Ki a Max Van Den Dom? Jean-Claude Van. De hogy lett Max? Max Van Den Dom. Mindent visz. Adri írja. Nagymám texasi kopófüggő volt. Kuknaret volt az Isten. Max Van Den Dom és Kuknaret. De mondják, hogy Chuck Norris magyar hangja, nem tudom. Kuknaret. Valószínűleg azt nem hallja, tudod? Nem figyel, hanem olvassa. Le van halkítva, és a Chuck Kuk. Igen. Kuknaret. Chuck Norris. Kuknaret. Illetve Romániában Csuki Chan. Csuki Chan? Igen, Jackie Chan. Csuki Chan a Jackie Chan. Igen. Joy Losis? Cigarettaboltban, vagy Joy Losis kérnek tőled. Goloáz. Goloáz! Persze. Goloáz. Joy Losis. Joy Losis. Ha nem tudja, hogy kell. Nagyon jók jönnek. Starsky és Hutchból. Nagyapám mondta Huck és Törlinek, nem tudtuk, hogy miért. Apám Starchy és Hucknak mondta. Starchy és Huck. Az egyik gyors étteremben dolgoztam, mint kasszás, oda tipegett hozzám két cicavok, rám néztek, majd elkezdték mondani rendés, az egyik jalapeño szendvicset szeretett volna. Jalapeño. Kávét kértem egy voltba, akkor vagy kiszabadultunk ugye Kelet-Európából, Nyugat-Európából, Nyugat-Berlin. Milyen kommunikáltál? Kértem egy Julius Mayn-t. Julius ment, és konkrétan kiröhögte. A hátam mögött hallottam, hogy a sorokból felröhögött valaki. Nem is láttam, hogy kiröhögött. Keanu Reeves mondták nagyon sokan Keanu Reeves-nek. Feleségem nagyanyjának a Szecsáni Mártás, a Sumicsi. Ő kérte meg, ő Sumicsi Mártásnak mondja. Sumicsi? Figyelj, erre egy konkrét szótárt lehetne ebből nem, kiadni. Erre egy hol kéne, van a magyar eltéve? Erre egy sorozatot kéne egyébként.
Igen, és akkor még ugye nem beszéltünk, ami kimaradt, ugye a tészták, kenyerek, olasz ételek, éttermi rendelések, tehát amikor beülsz, igen, és akkor így próbáld a gnocsit, gnocsinak, croissant, a csabattát, tehát hogy próbálod, ahogy esik, úgy puffan módon, nem? A ciabattát, igen, hát tényleg, vagy a gnocsi, hát az sem megy. Hát a tagliatelle is ugyanez. Évekig mondtam tagliatellének, mert hogy próbálok belebetűzni, és akkor valaki egy elegánsabb ilyen oldalből köt, hogy Bali, ezt felejtsd el. Tájátele, hagyjad már te, snob! De azért utána úgy mondtam. Fél adagot kérsz, vagy tájátele. Balázsék a Rádió Egyen. Na gyerekek, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. El is ijedsz, vagy elszívsz még egy Joy Lozis-t? Egy Joy Lozis-ra még lámegyek. Johns Hopkins a kórház, nem John Hopkins, én rosszul mondtam. Köszönöm. Nem. Balázsék. Így az, kell, szép volt, csodálatos. Úgy, de jó vagy. Ez az. Végre édesapám megkapja azt a figyelmet a tehetségével, amit megérdemel. Igen. Ezen dolgozók 30 éve. Mondjuk a barátaink imádják. Szóval igen, Max van den Dom, hát az mindent vitt ma. Max van den Dom. És fannak mondja a nyelvzseni. De hogy a Zsámból, hogy lett igen. Max? Az, mert Max a van den Dom... Itt a Max von Sydow az ő korosztályának az ikonja, meg valami dam, valami maradt neki, és ebből összerakta. Meg volt valamit összegyúrt. Aha. Volt ő Max egyébként az egyik filmjében. Van egy Van Damme film, amiben így szerepel. Egy filmjét se látta hideg. Na, ja. Ja. Max Van Damme. Na, nem járt. És a Csapello és az Ancoletti. Hát az... Igen. Hát Csapello. Az akaratjai teraszunk az, ha mesélni tudna egy-két üveg bor után, hogy milyen nevek hangzottak ott el, akkor szerintem sírna. Mindenki. Csapello. Ancelotti, ugye Csapello. Ő mondja ugyanígy. Csapello. De hát azért mondom, hogy az öreg az 40 évet lehúzott vendéglátóban nulla nyelvtudással, és nem akármilyen helyen, óriási, és akkor jöttek ezek a sztorik, amikor otthon mondja, hogy na, kislányom, óriási sztorim van, röhög, mondom, mi van? Lementem az éjjel-nappaliba, és tudod, mit mondtam a kölyöknek? Adjon nekem egy 7 uppot. És akkor tudod, én röhögtem, mert én tudom ám, hogy kell mondani, ők meg ott a röhögt. Tudom ám, hogy az nem 7 upp, hanem cupp. Nem 7 upp, hanem cupp. Papa nagyforma. Papa nagyforma. Ő tudta. Nagyon-nagyon-nagy arc. És a magyar válogatott edzői közül ki volt a kedvence? Lothár Mátyás. Lothár Mátyás. Hát ott is voltak. De most, hát ezt nem tudom elmondani. De mondom, hogy ráadásul a férjem sportújságíró. Úgyhogy... Ők jól kijöhetnek vaterra akkor. Igen. Óriásiak, amikor leülnek a sportújságírók beszélgetni apámmal, és akkor tudod, amikor kommentátorokra kerül a sőt, hogy apám, hát tudjátok nekem ki a kedvencem? A Szunyó Zoli. Szunyó Zoli. Hát mondom... Kész, szóval óriási forma az öreg. Szunyó Zoli. Na jól van, már köszi, akkor egy nevet mondasz nekünk? Az apuja? Nem, a tiédet. Jó, én Dóra vagyok. Dóra, hello Dóra. Te vagy a naphallgatója, küldünk neked egy ajándékcsomagot. Jó? Jól van. Köszi. Köszönöm. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hello. Dóri pont olyan lesz, mint apu néhány év múlva. Kicsit túl pörök. Már azt gondolom, hogy nem esett messze az almafájától, nem? Tehát most még csak sztorizik az öregről, néhány év múlva már Dóri gyártja a sztorikat a balatoni nyaralónak a teraszán, igen. Oké, na jól van, nem elfelejteni, hogy lehet jelentkezni Valentinra. Pasik, mutassátok meg, itt a remek alkalom. 5 nő harcol majd értetek. Életetek 5 csinos, gyönyörű nő. Életetek lehetősége, úgyhogy valentin@radio1.hu, tessék bátornak lenni, tökösnek, bevállalósnak, és jelentkezni a játékunkra. Ugye egy pasi majd 5 nő közül eldönteti, hogy kivel megy el vakrandira, gyerekek. Hát ennél jobbat. Há, iszonyú magas labda. 5 csajt ismerjük meg majd minden nap, ugye egyet. A pasi pedig eldönti jövét pénteken, hogy kit visz el magával Valentinra egy hosszú hétvégére, egy wellness szállodába. Úgyhogy pasik, legyetek bátrak, tessék jelentkezni valentin@radio1.hu. 250.000 forint KP fejenként, luxusautó, wellness hétvége, gyémántgyűrű, gyerekek, olasz étterem, borbár. Hú. Vált, figyeljetek, egy csodás romantikus hétvége. Elképesztő jó hely. És ti döntitek el tényleg, hogy mik akartok lenni. És hogy belegondolsz, nyulak nincs? Vagy férfiak? Bizonyám. Nincs esztenivalód. Mi férfiak lennénk, de nyulak vagyunk. Muszáj. Már nekünk már sajnos azt kell. Na, úgyhogy tessék jelentkezni. Jó, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csáu, csáu.